Sziasztok, ez itt a Kontextus Podcast, és ma az európai energiaválságról fogunk beszélni állandó kollégámmal, Megadja Gáborral, és két vendégünkkel, Hárfás Zsolttal, atomenergiapiaci szakértővel, és Tóth Mátéval, energiajogásszal. Sziasztok! 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 Hát az elmúlt hetekben hétről hétre újabb és újabb események bontakoztak ki, és egyre aggályosabb a helyzet. Nyugat-Európában, az Egyesült Királyságban, Németországban hetente 2-3 energiaszolgáltató megy csődbe. Üzemek szüntetik be a termelésüket, vagy korlátozzák azt, és az elmúlt hetekben Németország és Ausztria különböző felkészítő videóval és gyakorlatokkal már megkezdte a lakosságnak a felkészítését is arra, hogyha esetleg áramkimaradások történnének, akkor milyenkor a teendő? Az első kérdés, ami ilyenkor adódik, hogy mi folyik így Gyöngyösön? Hogyan jutottunk idáig? Odafigyeljetek már, emberek, ahogy ugye folytatódik a klasszikus, és tényleg oda kellene erre figyelni, mert hogy semmi új dolgot nem talál fel a gazdaság, a természet, igazából minden mintázat meg háló onnan jön, tehát nincsenek ilyen rendkívüli újdonságok. Mindig is voltak konjunktúraciklusok, ez nyilván egy extrém, ami most Európában történik, vagy az árszínvonallal történik, de pont ezért találták ki, már nagyon-nagyon régen, még akkor én is a csatogós lepkét tologattam, amikor az iparágban hosszú távú szerződéseket kötöttek, a termelői portfóliót pont ezért diversifikálták, hogy ne legyen kiszolgáltatva mondjuk egy-egy technológiának, saját hazai kapacitásokat létesített mindenki pont azért, hogy ne legyen kiszolgáltatva externáliáknak, külföldről jövő hatásoknak, és most azt látjuk, hogy megint bekövetkezett az, ami mondjuk menetrend szerint bekövetkezett, jön egy válság, viszont hirtelen ezen eszközök nélkül érte Európát, ezen eszközök nélkül érte az Európai Uniót, ami azt látjuk, hogy az elmúlt 10 évben pont a saját alkalmazkodó képességéhez, illetve a saját válságállásához szükséges eszközöket bontotta vissza. Tehát ideértve a saját kitermelési kapacitások visszafogását, ugye a hollandiai mezőt is ráállították, ideértve a maga gyorsindítású erőművi blokkjait, ideértve a zsinórvillanyt, ugye Németország a saját atomerőműveit zárta be, ideértve a hosszú távú földgáz beszerzési szerződéseket, igazából Magyarországon kívül nekünk van egy friss 15 éves, sok mindenkinek nincs is hosszú távú tervezhető ilyen értelmű kapacitása. Ideértve a tárolókapacitásokat, ugye mi szépen, mint a mesébe a hangya egész nyáron gyűjtögetett, mi is feltárasztuk a tározóinkat földgázzal, ugye október 1-én az új gázével 90%-os betárolási kapacitással indítottuk meg az évet, ami azért ad egy biztonságot, és azt látjuk, hogy rajtunk kívül az Európai Unióban meg van egy csomó tücsök, aki egész nyáron muzsikált, meg klímáira aggódott, meg BLM-ért érdelt, és hirtelen nekik egy óriási kiszolgáltatottságuk van most az externáliákkal szemben. Szerintem ez folyik Gyöngyösön, és az emberek meg nem figyeltek oda, pedig már a gyöngyösi úriember is felhívta a figyelmet, hogy oda kéne, mert hogy nem rendkívüli események ezek, tehát a válságok rendszeresen, ciklikusan következnek be, a mértékük persze változhat, viszont a rég kipróbált eszközök azok valahogy elporlattak Európa kezébe, amik ilyenkor rendszerint jól jönnének. Hogy ez nem egy újszerű dolog, tehát én emlékszem arra, hogy 2017 januárjában volt egy rendkívül nagy hideg, és akkor majdnem letérdelt az egész európai rendszer, és utána sokan, egyébként te is, Máté, és én is írogattunk erről, mi a század végén meg is kerestük az Európai Bizottságot. Nagyon sok szakmai szervezet egyébként írt, és az Európai Bizottság a mostanihoz hasonlóan vizsgálatokat indított, tanulmányokat készített, majd elfogadta a téli csomag szabályozási csomagját, amiben tovább mélyítette, tovább fokozta azokat a törekvéseit, amik ehhez a strukturális problémához vezettek. Ez valóban így van, és hogyha ilyen anomáliákat és eseményeket hoztál fel példaként, akkor az idejében is már legalább két olyan rendszerzavar volt Európában, aminek intőjelnek kellett volna lennie nem csak a politikusoknak, hanem a egyes szakértőknek is. Azonban ezekről az eseményekről nagyon nagy vizsgálatok nem folytak, nem vonták le a tanulságokat, pedig hogyha levonták volna, akkor talán nyáron másfajta intézkedéseket tettek volna a jelenlegi
krízis elhárítása érdekében, és konkrétan most a január 8-ára gondolok, hiszen akkor egy olyan Európa szintű villamosenergia rendszeri esemény történt, amely eredményeképpen tulajdonképpen ketté szakadt a európai villamosenergia rendszer keletre és nyugatra. Az alapvető ok az tulajdonképpen egy rendszer elemnek a túlterhelődése, de hogyha a mögöttes tartalmat nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy a valódi ok az az volt, hogy nyugaton nem állt rendelkezésre elegendő villamosenergia január 8-án, a napi szélerőművek nem tudtak elegendő villamosenergiát termelni, a többi erőművet hiába járatták csúcsra, akkor se volt elegendő villamosenergia, éppen ezért szükség volt keletről nyugatra tartó hatalmas, Magyarországhoz képest hatalmas, de 6300 megawattnyi importra, ami tulajdonképpen keletről ment nyugatra. Tehát ez is egy intőjel volt. Ennek következményeként például Romániában is már kisebb áramszünet következett be, kórházak maradtak villamosenergia szolgáltatás nélkül, leálltak a liftek, az egyik vegyi kombinát például szennyezőanyagot bocsátott ki annak következtében, hogy ott is megszűnt az áramszolgáltatás, miközben Franciaországban is ipari telepeknek korlátozták a villamosenergia fogyasztását, annak érdekében a rendszer egyensúlyát tartani tudják. Egy másik esemény történt idén februárban, ez a svéd porszívó lázadás, ami így elsőre talán viccesnek tűnhet, de a okokat, hogyha megnézzük, akkor ott is nagyon súlyos politikai okok bontakoznak ki, hiszen Svédország is folyamatosan leállítja az atomerőműveit, miközben abban bízik, hogy majd a megújuló energiaforrásokkal garantálni lehet az ellátás biztonságot. Azonban februárban voltak olyan időszakok Svédországban, amikor a vízerőművek és a szélerőművek kapacitásai azok a töredékére estek vissza, hiszen a időjárási viszonyok nem úgy alakultak, ahogy kellett volna, és ekkor kérték azt a svéd köztelevízióban, hogy az emberek tartózkodjanak a porszívó használattól, hiszen az a kis energiával is meg lehet akadályozni, hogy ne omoljon össze az egész svéd villamosenergia rendszer. Tehát az idei évben is volt legalább már két ilyen esemény, és a politikusok nem tanulnak ebből, hanem tovább folytatják azt a ideológia vezérelt energiapolitikájukat, hogy megújuló és megújuló, más se lehet tőlük hallani, csak hogy zöldítsünk, és építsünk egyre több nap és szélerőművet, miközben tudjuk, hogy ennek nagyon súlyos következményei vannak. Most azért vicces, amit mondtok, mert én emlékszem rá, amikor az egyik fideszes politikus azt mondta, amikor megkérdezték a megújuló energiákról, hogy hát nem mindig süt a nap, és nem mindig fúj a szél, és akkor a muciológus újságírók azok nagyon jól derültek ezen, hogy hát ez a csávó semmit sem ért az egészhez, na most, de úgy tűnik, hogy tényleg az a helyzet, hogyha tényleg az. Tehát meglepő módon, hogyha nem fúj eleget a szél, meg hogyha nem süt eleget a nap. Nem süt a nap, akkor azok az erőműk nem fognak termelni semmit. Illetve ha túl sokat fúj a szél, és túl sokat süt a nap, akkor pedig való el kell nyelenni a rendszerbe a villanyt, ami nem olyan, mint a cipő, nekünk férfiaknak persze, mert a nőknek fogyócik, de hogy mi bedobjuk a szekrénybe, és ott van évekig. Tehát a villany az még máig egy rosszul tárolható termék. Igazából amiket mondtál, az minden ízében szimbólum szerintem, tehát mind a két esemény. A januári azért, mert hogy amikor beállt az Újvidék melletti sínnek ugye ez a problémája, az a szűkület, és amiatt szétszakadt a villamosenergia rendszer, akkor mindez, ha jól emlékszem, 2016 óta először történt ilyen mértékű esemény, ami azért tanulságos, mert az elmúlt 5 év azzal telt, hogy az Európai Unió, Brüsszel központosította a villamosenergia szektorral és az átviteli hálózattal kapcsolatos döntéseket, tehát ez egy jó tesztje volt annak, hogy 5 év alatt hova jutott a rendszer, ami elvileg, ugye ebbe kételkedni sem lehet, csak a helyes irány lehet, ami Brüsszelből jön, és lám, mégis bekövetkezett egy olyan esemény, aminek nagyon nem lett volna szabad bekövetkezni, ha igaz lenne az állítás, hogy az elmúlt 5 év minden központosítása pont azt a célt szolgálta, ugye ez volt a mondás, ezért veszik el a helyi maviroknak a döntési jogköreit, mert hogy ezt egy magasabb szinten, okosabb helyen jobban megoldják. Sokkal okosabban megoldják, okosan szét is szakadt a rendszer. A másik, ugye a februári esemény, a porszívó lázadás, meg valóban arra hívja fel nagyon jól a figyelmet, hogy
hiányzik a rendszerből a tervezhetőség, tehát szemlátomást, ez a nagy volatilis megújuló energia, amivel önmagában nincs is baj, tehát azt gondolom sok mindenben egyetértünk ennél az asztalnál, abban is, hogy helyes irány, fontosak a klíma megfontolások, azon nem mindegy, hogy hogy csinálja az ember, és pont arra egy jó tanulság a porszívó lázadás, hogy olyan ellátásbiztonsági problémákat okoz a kontrollálatlan, tehát a tervezés nélküli, ez itt a kulcs szó, energiamix és egyáltalán villamos energiarendszerek, amik már a fogyasztókat érik el, és ha valami eléri a fogyasztókat, az már a legutolsó stádium, az a jéghegynek az a csúcsa, amit mindenki messziről is jól lát, de valójában addigra már egy csomó ipari korlátozáson vagyunk túl, ugye az iparági logika a földgáz szektorból érkezően, hogy amikor kevés a földgáz, ugyanígy, amikor nincs villany, akkor először a nagyipari fogyasztókat kapcsolják le, aztán szépen lassan haladnak ki a kisebb ipari szereplőkig, míg nem eljutnak a lakossági fogyasztókig. Tehát amikor már ott megy a propaganda, hogy kapcsolják ki a porszívót, mert ezzel mentik meg a rendszert, vagy sötétítsenek el, ugye pont az adás előtt beszélgettünk röviden az ausztriai meg németországi felvilágosító akciókról, hogy készüljenek az emberek. Magyarországon is van ilyen. Hideg térre. Van olyan politikus, aki azt mondta, hogy hát az a megfelelő rezsicsökkentés, hogyha a fogyasztók összép húzzák a dolgot. És ha érzik, hogy drága a villany. A villany nem fogyasztanak annyira, noha egyetlen egy tanulmányt elég levenni a polcról az 1000 közül, ami megmondja, hogy milyen alacsony a rugalmasság a lakossági villamosenergia felhasználásán. Ez mind szimbólum, és az utolsó szimbólum szerintem ebből a két képből, hogy ne is kalandozzunk messzebbre, ebből a két idei eseményből, az, hogy az igazi mérethatékony döntési spektrum, az a mai napig az állam, a nemzetállam. Tehát a sokkal nagyobb rendszer nem képes kezelni ezeket a rendszer szintű kockázatokat, a sokkal kisebb rendszer sem, már hogy egy újvidéki SIM mellett guggolva nem lehet ugye ezeket a problémákat megoldani, hanem még mindig az a mérethatékony entitás, az állam, aki képes a tervezésnek, meg az üzemeltetésnek azt az optimumát fenntartani, ami a három energiapolitikai elvnek a megfelelő egyensúlyát biztosítja. Tehát nem tolja el a fenntarthatóság irányába annyira a versenyképesség meg a ellátásbiztonság rovására ezt az egyensúlyi pontot a háromszögön belül, ami ilyen helyzeteket eredményez, mint ez a kettő. Szimbólum. Ez az energiapolitikai trilemma, amire utalsz, hogy ugye három célunk van, a környezeti teljesítmény javítása, a megfizethetőség vagy versenyképesség, illetve az ellátásbiztonság, és a probléma, hogy az intézkedések jelentős részénél ebből maximum egyet vagy kettőt választhatunk. Abszolút. Olyan, mint a nagy francia forradalomnak a hármas jelszava, belegondolunk, ez a szabadság, egyenlőség, testvériség, hogy nagyon jól hangzik, de válasz kettőt. Tehát igazából a három együtt sehogy nem fog tudni érvényesülni. Pont ez a probléma, bár részben igaz, mert ugye a technológia fejlődik, tehát most már sokszor a fenntarthatóság irányába billenő beruházások is növelhetik az ellátásbiztonságot is viszont, de az alapvető trilemma az trilemma maradt, hogyha van három üveggolyóm, és azt szeretném mind a három sarokban legyen, ha valamelyikből elveszek, akkor ott már nem lesz, tehát hogy ez azért az erőforrások meg végesek, és ezt nem mindig sikerül jól felmérni. Úgyhogy csak visszacsatlakozva a felvezetőhöz, pont az a talán ebbe az energiapolitikai trilemmába értelmezhető a legjobban ez a Nyugat-Európában kialakuló rosszul menedzselt válsághelyzet, amiben nem a válság a meglepő, hanem hogy rosszul menedzselik. Az pedig pont ez, hogy Európa olyan klímapolitikai fenntarthatósági döntéseket hozott, aminek az oltárán feláldozta azokat a korábban meglévő eszközeit, ami az ellátásbiztonsághoz, illetve az árszínvonal kontroll alatt tartásához kellett, pont a megújulóknak, a volatilis energiának az ilyen mértékű kontrollálatlan térnyelése, illetve viszont a piac liberalizációnak a másik, a háromszögnek a másik csúcsa érdekében feláldozta azokat a hosszú távú szerződéseit, ami ugye nagyon sokáig mindenhol, Németországban, Lengyelországban is meghatározta a villamos energiatermelő kapacitásoknak a hozzáférhetőségét, ugye hosszú távú szerződésekkel kötötték le, illetve a földgáz szempontjából is a magyarhoz hasonló hosszú távú szerződések biztosították a forrást, és ezeket tudatosan építette le az Európai Unió, szabadult meg a piac torzítónak ítélt hosszú távú szerződésektől, és hát az államok saját nemzeti termelőkapacitásától és infrastruktúrájától azt mondva, hogy az állam az mindig rossz, az állam rossz gazda, bízzuk ezt a piacra. Hát gyakorlatilag ez a
trilemma két csúcsa, a liberalizáció meg a fenntarthatóság, az elvitte, elszívta az eszközöket egy ilyen helyesen balanszírozott trilemmában értelmezhető egyensúlyi ponttól, amit most nagyon kell lennének. Én nekem az az élményem, egyébként, hogy itt mondtátok, hogy egyetértünk, hogy a klímavédelem fontos, a hogyanban van a vita, de hogy itt valójában a bizottságnál nem is teljesen a hogyan az, ami motiválja őket, hanem említetted az ideológia vezéreltséget. Én azt látom, hogy van két nagyon, nagyon fontos célkitűzése a bizottságnak. Az egyik a föderalizáció, az Európai Unió, egy egyesült európai államoknak a létesítése, és ebben az energiaszektor, de lehet, hogy azért mondom, mert ezzel foglalkozom, minthogyha egy ilyen előretort helyőrség lenne. Tehát nem véletlen szerintem az, hogy még a Juncker bizottság ki ezt az egész energiaunió koncepciót kigondolta, és hogy minden áron próbálja átvinni azt, hogy itt egy teljesen egységes, homogén piac alakuljon ki, homogén szabályozással, és így tovább. Mert ez lehet az első olyan benchmark, amire utána majd később rámutat, hogy lám-lám, milyen jól működik az Egyesült Államok gondolata itt Európában is, és hogy ezt más piacokra is ki kell terjeszteni. A másik, a klímavédelemnél pedig, ott megint csak arról van szó, szerintem, hogy az Európai Bizottság, illetve az Európai Uniós intézmények, az Európai Uniós nagypolitika, az jó pár évvel ezelőtt kitalálta magának, hogy neki a klímavédelem lesz a zászlós projektje politikai kommunikáció szintjén. És ennek megfelelően megpróbálja megkeresni azokat a szimbolikus projekteket, amivel demonstrálhatja, hogy ő ebben rendkívül sokat tesz. És a megújulós beruházások egy jó ilyen demonstratív terület, hiszen hogyha növekednek a napelem kapacitások, a szélturbinák, azt mindenki láthatja, ahogy az autópályán halad, vagy ahogyan a városban, vagy a kisvárosokban, a házak mellett megy, a kertvárosokban, hogy ez az emberek számára is láthatóvá válik. Amiről viszont egy picit beszélgethetnénk, hogy mondjuk ez a klímavédelmi törekvése az Európai Uniónak, ez mennyire racionális? Tehát, hogy tudjuk azt, hogy az Európai Unió mondjuk a globális kibocsátásnak kevesebb, mint a 8%-áért felelős, azt is tudjuk, hogy ha a jelenlegi tendenciák tovább folytatódnak, mivel Európa és Amerika csökkenti a kibocsátásait, a fejlődő országok meg drasztikus mértékben növelik, akkor ez 10-15 év múlva, ez a 8% ez még sokkal kisebb lesz. Én azt érzem, hogy az Európai Unió egyfajta ilyen klímacsendőr szerepbe próbál. Hát ilyen példaképnek próbál kitűnni a többi igen. ország közül. Igen, és egy ilyen mártírnak ezzel a súllyal igazából ez az öngyilkos merénylőnek. Igen. De amúgy súlya. Elit öngyilkos alakulat. Az elit öngyilkos alakulat, de igen. Amúgy ezzel nem is lenne semmi probléma, mert tényleg a fontos a klímavédelem, meg a klímavédelmi célok teljesítése, azonban folyamatosan azt látjuk, hogy döntően politikai alapú klíma- és energiapolitikai döntések születnek az észszerű energiapolitikai döntések helyett. Ott van a képmutató Németország. A legjobb példa arra, hogy miközben ő is ilyen klímavédelmi bajnoknak próbálja bemutatni magát, folyamatosan építi a nap- és szélerőműveit, közben leállítja a klímabarát atomerőműveket. És tulajdonképpen jön a lignit meg a szén, és csak két számot mondok, mondjuk az atomerőműnek a kibocsátás értéke az 28 gram per kilowattóra, a lignit tüzelés erőművé 1069, tehát a két szám között hatalmas különbség van, és mit látunk, nem a szénerőműveit próbálja minél hamarabb leállítani Németország, hanem ideológiai alapon ő azt mondja, hogy 2022 végéig leállítja az összes atomerőművet, sőt, miközben klímavészhelyzetet, meg mindenféle célokat emlegetnek Németországban, tavaly például egy új szénerőművet is átadtak, abszurdum, átadtak azért, mert nincs áram, és kell valami erőmű, ami tud villamos energiát termelni. Most elfogadták, hogy majd bezárják. Bezárják. Az a tervezetőség teljes ilyen. Sőt, ami a legdurvább az új szénerőműbe, hogy import szénre alapszik. Tehát a szénből is kevés van, importáljunk szenet, meg még bocsássunk ki is többszörösen széndioxidot. Igen, csak ugye azt vitatják, ezt nem tudom, hogy nevezhető ez zöld lobbinak, akik ez, vagy méreg zöld lobbinak, akik ezt elérték. Abszolút, ha így kezded a mondatot, akkor ez már méreg zöld lobby. Tehát méreg zöld vagy sötét zöld lobby,
hogy rászálltak az atomerőművekre, és azt mondták, hogy azokat kell szerelni. Mert ugye lehet, hogy a nézők, meg én sem vagyok teljesen tisztában ezzel, de alapvetően arról van szó, hogy minden energiaforrásnak van valamilyen maradványa, amivel kezelni kell valamit, tehát nyilvánvalóan van az atomnak is, a hulladékot valahol tárolni kell, ahogy mondtátok, ugye van a szélerőműveknek is, mert az sem mindegy, hogy beletemetjük a földbe a lapátokat. Van a napnak is, mert ugye ott vannak az akkumulátorok, tehát hogy gyakorlatilag nem tudunk, tehát olyan energia azért még nem létezik, ami nulla, tehát hogy semmi nem marad utána. Olyan nem létezik, de a hatalmas különbség mondjuk egy szénerőmű, naperőmű vagy szélerőmű hulladékai és az atomerőmű hulladékok között, hogy amíg az atomenergetikai ipar az felelősen összegyűjti az összes úgymond hulladékot és megfelelően kezeli, raktározza és megteszi azokat az intézkedéseket, ami ahhoz szükséges, hogy semmilyen veszélyes anyag ne juthasson ki a környezetbe, sőt még pénzügyi alapot is képez arra, hogy ezeket a hulladékokat tulajdonképpen erre a pénzügyi fedezetet meg tudja valósítani. Ezzel szemben a többi áramtermelési módnál ezek nem állnak fenn. Ezért van az, hogy mondjuk Amerikában egyszerűen elföldelik a szélerőmű lapátokat, vagy például, hogyha a németországi szénerőműveknek a helyzetét nézzük, akkor én azt gondolom, hogy az sokkal veszélyesebb, mint az atomenergia, hiszen például néhány évvel ezelőtt egy amerikai tanulmány pont arra mutatott rá, hogy ugye Németország leállítja az atomerőműveit, az atomerőművek helyét nem túl meglepő módon nem a napi szélerőművek veszik át, hanem a fosszilis erőművek, döntően a szénerőművek. Ennek azonban olyan nagyon súlyos következménye van, hogy évente 1100 ember hal meg idő előtt. Tehát ez nem az atomenergia miatt hal meg ennyi ember, hanem azért, mert a szénerőműnek ilyen szennyező kibocsátásai vannak. És ezek a méregzöldek, vagy sötétzöldek, vagy bárhogy nevezhetjük őket, nem nagyon szeretnek beszélni. Hát de ők ugye úgy képzelik el, most ennek látjuk az eredményét, hogy a farvizen behozzák ugye a szenet vissza, meg az atomenergiát vásárolják ugye a szomszédból, de ők úgy képzelik el, hogy szél és napenergiával megoldható a dolog. Ez egy szép álom, de hogyha felébrednek az álmukból, akkor csak a rideg valóság várja őket. De miért nem? Tehát én most eljátszom a kíváncsi fáncsit, okay. hogy miért... A sötét zöld sapkát felvettem, és azt mondom, hogy csak megújulóból szél és napenergiából megoldhatóan, fenntarthatóan, kiszámíthatóan az áramelés. Nukleáris ez, a szél meg ez. És pont az hiányzik, ami a kettő közti tüskéket kezeli, ezek a régi földgázos erőművek egyébként teszem hozzá, amik magyar portfólióban ezt hibátlanul kezelték. A gyorsan indítható dunamenti blokkok, le kellett csak telefonálni, mikor volt 2006-ban az az egyetlen paksos kis válsághelyzet, aminek súlya volt, azonnal be tudták fűteni azokat az F-blokkokat, amiket azért tartottak, hogy 5 percen belül reagáljanak. De ugyanígy a szelet ugye ki tudják egyenlíteni, tehát hogyha akár a nagy ingadozású tüskékben, a volatilis szélnél, akár hogyha zsinórvillany, ugye paks elszáll, akkor ott ki lehessen egyensúlyozni ezeket a rendszer szintű kockázatokat, arra kell egy harmadik típusú termelői eszköz. Na ez az, amitől Európa megfosztotta magát. Nekünk még legalább van. Szerintem itt az a nagy tévedés, hogy valahogy úgy, olyan, mint hogyha nem értenék a döntéshozók a komplex rendszereknek a tulajdonságait. Tehát, hogy egy komplex rendszert azt nem tudok a tervezőasztalon tökéletesen megtervezni, illetve hogyha nagy radikális beavatkozásokat csinálok, nem tudom a nagy radikális beavatkozáson következményeit. Csak a brüsszeli döntéshozatal, meg mondjuk a német, az pont erről szól, hogy tervezőasztalon megcsináljuk. És hogy minden lineáris. Tehát ez, ami pont a komplex adaptív rendszereknek a lényege, hogy nem lineárisak a folyamatok, hanem összeadódnak. Tehát sokszor ilyen dominó elvet indít be egy történet, hogy semmi sem redukcionista. Ez igazából egy ilyen marxista gondolkodás. Ez a egy meg egy, az csak kettő lehet fogalmi, és hogy itt egy dialektikus folyamat lineárisan megy előre, és pont azt mutatja, ha más nem a klímakérdés kellene, hogy minden
ilyen magát zöldnek csomagoló vörös észrevegye, hogy a marxizmus butaság, tehát ez nem csak soha nem működött, az alapelve nem tud semmilyen korba sem talajt fogni, mert hogy egyszerűen a folyamatok nem lineárisak, a történelmet azt nem a termelőeszközök birtoklásáért vívott harc dominálja, hanem népek küzdenek benne, ideák, nagy vallások, nagy kiemelkedő személyiségekhez gravitál a történelem is, mint a mágnes a vasport vonza magához egy-egy ilyen személyiség a történelmet. Ezeket nem is tudják értelmezni azok, akik csak egy ilyen lineáris, nagyon materiális elvet keresnek. És pont a klímakérdés teljesen ilyen, vagy az energiapolitika teljesen ilyen. És igazából, ami elhangzott, abból nekem két nagy tanúság van megint csak. Az egyik, hogy amik itt elhangzottak, az nagy részben ugye jogi szabályozási kérdés is, hogy mi az, amit ugye az állam mindig beavatkozik, de milyen irányban terelgeti a folyamatokat. A másik meg, hogy a nap végén meg politikai, mert hogy a válasz arra a kérdésre, hogy racionális döntések születnek-e, pont azt látjuk, hogy a legkevésbé sem, és azért, mert addig tervezik ezt a lineáris folyamatot, addig csiszolják, hogy nem veszik észre az azon kívüli olyan hatásokat, amik bizony ezeket mindig eltérítik. És ezek a hatások mindig összeadódnak, és pont a komplex hálózatok, a komplex adatív rendszerek logikájával kell kellő alázattal belátni, hogy nem tudunk, vagy nem lehet igazából egy nézőpontból, olyan ez, mint az időjárás, pár napnál tovább racionális jóslást, vagy terveket, vagy lépéseket hozni, mert hogy úgyis lesz olyan turbulencia hatás, ami nincs bekalkulálva. És ez a komplex rendszereknek a lényege. És egy diverzifikált portfólió, ahol van atomerőmű, vannak megújulók, van földgázos gyorsindítású erőmű, ezeket jól tudja kezelni. Ahol van hosszú távú szerződés is, meg azonnali piac is, spot market, az jól tudja kezelni. Ahol csak az egyik eszköz van, annak előbb-utóbb a természet leteszteli a határait, hogy bizony ott nem zár a pajzs, van rés a történeten, és pont ezt látjuk most Nyugat-Európában. Még egy kicsit visszatérve a kérdésre, hogy miért nem lehet napi szélerőművekkel ellátni egy adott ország villamos energia rendszerét, vagy egész Európát. Ennek két alapvető oka van. Egyrésztről ipari mértékű energiatárolást még senki nem talált fel. Anélkül nem lehet azt megtenni, hogy beépítünk több százezer megawattnyi napi szélerőművet, és azt mondjuk, hogy eltároljuk pár napig, pár hónapig azt a fölös energiát, és amikor szükség van rá, akkor majd azt felhasználjuk. Ez az egyik. Tehát Németország esetében is azt látjuk, hogy ott van a hatalmas napi szélerőmű kapacitás, mellette azonban van egy párhuzamos rendszer, aminek az alapvető elemei atomerőmű, ami még üzemel, szénerőmű, meg gázerőművek. Tehát amikor Németországban is kevésbé süt a nap és kevésbé fúj a szél, akkor tulajdonképpen biztonságképpen ott van ez a másik rendszer, és úgy látják el a német villamosenergia fogyasztókat árammal, ami többnyire sikerülni szokott, de nagyon sokszor nem. Ha pedig most ránézek a saját gépemre, akkor a jelenlegi németországi villamosenergia termelés esetében is az látható, hogy mondjuk a napi szélerőművek csak töredékkapacitásra képesek, mert nem fúj eléggé a szél, és gondolom nagyon felhős az időjárás Németországban, és láthatóan a termelésnek a döntő részét, 55-60%-át jelen pillanatban is szénerőművek és gázerőművek biztosítják. Arról már nem ismerek szólni, hogy a német még üzemelő atomerőművek 100%-os teljesítményszinten termelik a villamosenergiát a német állampolgároknak és cégeknek, tehát ezért nem lehet kizárólag napi szélerőművekkel ellátni egy villamosenergia rendszert. És egy utolsó gondolat ezzel kapcsolatban, az elmúlt években nagyon sokszor hallhattuk azt a idézőjelben teóriát is, hogy azért nem kell nekünk PAS 2, mert hát az import az mindig rendelkezésre fog állni a jövőben bármekkora mennyiségben. Azonban ez egy hiú ábránt, hiszen hogyha minden ország így gondolkozna, hogy azért nem építünk megfelelő erőmű kapacitásokat, mert majd a szomszéd ad, akkor összeomlana minden. Hát ugye egyébként az Európai Unióban tilos exportot korlátozni, tehát elvileg szabadon kell, hogy áramoljon az villamosenergia, de 2017-ben, azon a januári héten, amit már beszéltünk,
ott több ország exportkorlátozást vezetett be, és több ország exportkorlátozást helyezett kilátásba. És ez nekem nagyon tanulságos volt ez az esemény, mert egyébként szörnyen logikus, hogy egy tagállami vezető, amikor baj van, és amikor blackout közeleg, és egy picit majd beszélhetünk arról is, hogy mit is jelent egy blackout, akkor nyilvánvalóan a saját országát fogja, abszolút, és a saját polgárait fogja védeni, és nem fogja tiszteletbe tartani azt az Európai Bizottság iránymutatást, amely vagy szerint a szerződés, energiát. Vagy bármit, ami arra mutat, hogy... Hát olyan ez, mint a járvány. Hát a járványra mi volt a megoldás? Lezárni a határokat, és az állam, a nemzet tudta ezt kontrollálni. Ez logikus is, és igazából tényleg csak ott vannak meg az eszközök. Tehát tényleg tanulság. 17-ben az volt a szerencse, hogy noha az EU hasznos workshopokat tartott, hogy hogyan orvosjuk a helyzetet, ugye az úgy nagyon nem tud megállítani egy válságot, de ott szerencsére megállt magától, tehát ott végül nem lett blackout. Hát legyen most is ilyen szerencsénk, mert hogy megint csak workshopok tűnnek az egyetlen fegyvernek. Amikor a felvételt készítjük, mert lehet, hogy ez kicsit kapcsolódik, a mai napon jelent meg, mindegy, hogy melyik médiumban, hogy lassan mondjuk, hogy mindenki megértse, nem lesznek óriási áramszünetek Európában a télen. Olvastam ezt a fantasztikus eszmefuttatást. Én csak nekem csak ez maradt meg, ez a cím. Szerintem a cím is nagyon árulkodó. Nagyon árulkodó. Azt látni kell, hogy jelen pillanatban még a német vagy az osztrák állampolgárokat felkészítik az ilyen esetekre. Azonban, mint már korábban is említettem, a német ipar már most elszenvedője annak, hogy nagyon sokszor nincsen elegendő villamosenergia, például Németországban. Legutóbb például augusztus 14-én volt egy olyan eset a esti órákban, hogy a kedves napi szélerőművek szintén nem tudtak elegendő villamosenergiát termelni, a többi erőművet nem tudták megfelelően felpörgetni a termelés fokozására, az import lehetőségek beszökültek, hiszen minden országban hasonló kívások merültek fel, és ebben az esetben a német rendszer irányítók arra utasították a német nagy ipari cégeket, hogy csökkentsék a termelésüket, vagy álljanak le, mert nincs elég áram. És ami a jövőt illeti, az sem túl rózsás, hiszen Németország azt is erőíja például nagy acélipari cégeknek, hogy zöldítsék a termelésüket. Ahhoz azonban két nagyon fontos hiányzik. Egyrésztről hiányoznak a megfelelő távvezetéki összekötetések, és ami szerintem a legdurvább, hogy hiányzik a megfelelő mennyiségű zöld áram a jövőben. Tehát egyes acélipari cégek már átteszik a termelésüket például Franciaországba, mert ott most is van, és a jövőben is lesz megfelelő mennyiségű zöld áram, annak érdekében, hogy az acélipar az téren, nyáron, éjjel-nappal tudjon üzemelni, ne csak akkor, amikor éppenséggel kicsikét kisüt a nap, vagy fújdogál a szél. De ezt el tudjátok képzelni, hogy Németországban tényleg vannak ipari korlátozások, hogy ez Magyarországon bekövetkezne? Hát mennyire érdekes, hogy Magyarország egy pici, és éppen ezért sok szempontból kiszolgáltatottabb, tehát a méret okán kiszolgáltatottabb kis villamosenergia rendszer sziget, tehát ha globálisan nézzük, lényegesen jobban tudja kezelni ezeket a kockázatokat, mint egy nagy Németország, amire gondolná az ember, hogy sokkal több eszközzel rendelkezik, hogy ezeket megakadályoz. És azért veszélyes, nem csak a lakossági korlátozások réme, ami ugye most már felsejlik a horizonton, hanem a jelenleg is meglévő ipari korlátozások története, mert az is két irányba adhat. Tehát vagy az van, hogy az ipari szereplőknek nem jut energia a termeléshez, ezért leállnak, ami munkahelyeket érint, nyilván szolgáltatások maradnak ki egyébként, vagy pedig a sokkal drágább beszerzéseket, ami ennek a következménye, meg ráhárítják az előállított termékre, szolgáltatásra, ami meg ugye az álszínvonalat generáló hatással rendelkezik, és súlyos hatással, tehát mindig az ilyen válságokból szoktak az igazi inflációs spirálok kinőni. Tehát igazából az ipari kockázat is a nap végén bármelyik irányba indul el a következményeinek a hárítása, a lakosság irányába halad. És ez valójában egy félelmetes tendenciát jelez, mutatja, hogy ezeknek a nagyívű tervezéseknek Brüsszelben nem feltétlenül van kapcsolata a valósággal, és abban az értelemben sem, hogy visszahelyezzük a trilemmába ezt a problémát, hogy most beszéltünk sokat az ellátásbiztonság, ez, hogy ugye van-e villany a rendszerben, van-e földgáz a rendszerben,
és a klímapolitikai megfontolásból születő döntéseknek a konfliktusáról. De ez igaz, hogy amit ugye sokszor látunk, hogy nagyon sokszor van, hogy valaki nagyon szép, de cserébe kevésbé okos, ez egy kicsit, mint a természetben elv lenne, hogyha a természet ad az egyik kezével, akkor elvész a másikkal. Hogy a trilemma harmadik csúcsára is igaz ez, hogy amikor nagyon megnyomjuk ezeket a klímapolitikai megfontolásokat, akkor az EU hajlamos olyan általa szennek tartott elveket is félredobni, súdba dobni, mint a liberalizált piac és a befektetők, a piaci szereplők érdekel. Pont ez a német példa mutatja meg nagyon jól, ahol ugye a német atomerőműveket bezáratták klímapolitikai megfontolásból, hogy ez nem csak az ellátás biztonság tekintetében, ami evidens és szerintem kiveséztük jelent problémát, hanem a szentnek hit befektetővédelem tekintetében is. Hát a legnagyobb nemzetközi per ma a világon az a Vattenfall német atomerőmű, amit bezárt a német parancs, hogy többet nem termelhet, kontra a német állam per, ami Washingtonban az X-id választatbíróság előtt folyik, hiszen a befektetőt úgy fosztották meg a beruházásától egy állami parancsal, hogy ez minden alapvető elvével szembe megy az Európai Uniónak is, de a nemzetközi gazdaságnak is. Hát ide csalsz egy befektetőt, megteszi a beruházását egy adott piaci környezetben, és egyszer csak az állam azt mondja, hogy most pedig leállsz a termeléssel, és hajj meg. Tehát, hogy ez hogy fér össze azzal a szentnek hit liberális piaci elve, hogy itt a szereplők, majd a gazdaság fogja megteremteni az ő mozgásterét, és az állam nem szólhat bele. Hát hopp, beleszólt az állam. Tehát igazából itt is az egyik zsebemből veszem el az üveggolyót, és teszem át a másikba, mert ez egy véges történet. Nem is csak az ellátásbiztonsággal ütközik néha ez a nagyon sötét-zöld gondolkodás, és okoz kockázatokat, de a másik szennek hit elvet is, ezt a versenyképesség, piacliberalizációs történetet is úgy vágja arcon, hogy tényleg, ha Kínába ülne az ember, csak hátra nézne és enni a popcornt, hogy hát ezek az európaiak teljesen megőrültek. Egyébként az a kérdés számomra, hogy most szóba kerültek ezek az oktató videók, Németország és Ausztria elkezdte ezeket csinálni, hogy egyáltalán egy olyan típusú áramszünettel, mint amit az osztrákok például előrejeleznek, hogy akár egy hétig vagy 10 napig tartó áramszünetre is föl kell készíteni. Ez erre egyáltalán föl lehet-e készülni, föl lehet-e készíteni a lakosságot? Tehát az áramszünetek itt történetében... Itt olvasom, hogy nem lesz ilyen, nem kell. Hogyha nem lesz, akkor nem kell. De azért talszárazon a pusztaport. Ezek szerint az osztrákok feleslegesen dolgoznak. És ők is, meg a német katasztrófavédelem is teljesen feleslegesen. Nyomtatják az óriás plakátokat, mindent, abszolút. Tehát ez ilyen nem lesz. De minden mondja. Jó, azért elmondom a történeti előzményeket. Az áramszünetek történetében a legismertebb eset példa az egy 70-es évekbeli New York-i áramszünet, ami kevesebb, mint egy napig tartott, de mégis egy olyan apokaliptikus helyzetet eredményezett, készültek róla felvételek is, ahogy ott fosztogattak, gyújtottak. Tehát az emberek tartottak egy spontán Black Friday-t ott az utcán, több ezer ember tartóztattak le, rendkívül nagy kár keletkezett. BLM főpróba volt. Pedig akkor még sokkal kevésbé függtünk a villamosenergiától. Ugye most, hogyha a villamosenergia elmegy, akkor fűtés sincs a legtöbb helyen, nincs kaja sem néhány nap múlva, nincs kommunikáció, internet, semmi. Tehát gyakorlatilag akkor tényleg leáll minden. Hát ugyanekkor történt, hogy egy csomó New York-i betelefonált, és terheltek voltak, amilyet is a vonalak is, hogy miket látnak az égen, és ez a hold volt, meg a csillagok, mert annyira hozzászoktak ott New Yorkba, hogy nagy fényár. Igen, a nagy fényár, hogy konkrétan UFO-któl féltek az emberek azat az egy nap alatt. Tehát ilyen nem várt aspektusokat is felhoz egy blackout. De hogy a kérdés az, hogy egy hetes vagy egy 10 napos áramszünetre föl lehet-e készíteni egyáltalán az embereket, mert nekem az a hipotézisem, hogy nem lehet. Hát nem, hogyha nem volt részed benne, akkor ott olyan dolgok... Akkor nagyon nehezen. Igen, tehát hogy, ahogy elmondtátok, ez úgy néz ki, hogy minden olyan, amit te természetesnek veszel, hogy az van, az nem lesz. Tehát az arra szerintem marha nehéz. És nem csak általában, nem pláne ma. Hát pont azt látjuk, hogy a legelpuhultabb, a leginkább a kiszolgáltatott generációk, azok mi vagyunk, vagy akik utánunk jönnek. Hát és ezt teszi paradoxonná a nagy klímaharcos tüntetőket, akik a legnagyobb nagy fogyasztók, meg állandóan tele vannak műanyaggal, meg 50 kütyű fogyaszt. Abszolút, abszolút. Tehát pont erről a generációról nehéz elképzelni. Még nagyanyánk generációja megoldotta volna, levágja a csirkét, nem tudom, tudják, hogy melyik növény ehető. Erről a generációról nem nagyon lehet elképzelni, hogy napig életben maradna. És ez pont erre hívja fel a figyelmet, hogy mennyire politikai ez az egész. Akár aki most beáll a klíma látszólag
tényleg fontos elve mögé mellé, hogy mennyire álságos és átgondolatlan ez az összes ilyen politikai mondás, ami ide fel van fűzve. Tehát igazából olyan család árukapcsolások vannak mögötte, olyan tartalmakat csomagolnak össze a zöld meg klímapolitika látszólag tényleg nagyon fontos megfontolásával, ami az egészet korrumpálja. Engem még rendkívül zavar az, hogy tehát pont ezek az ilyen árukapcsolások, vagy politikai árukapcsolások, amiket mondasz, hogy egyébként a klímaváltozáshoz nemhogy nem kapcsolódó politikai célok is bejönnek, de olyan politikai célok is, ami kifejezetten konfliktusban vannak a klímavédelmi törekvésekkel. Tehát, hogyha megnézitek a szélső baloldal törekvéseit, és ezeket az ilyen klímaegyenlőségi mozgalmakat, és megnézzük azt, hogy melyik országokba fog eldőlni mondjuk a mitigációs, tehát a károsanyag kibocsátás csökkentése érdekében folytatott mérkőzés, akkor azok pont azok az országok, amik fejlődő országok, amikben alacsonyabb az életszínvonal, és egyszerűen nekik kell, hogy nagy mértékben csökkentsék, vagy nekik is nagy mértékben kell, hogy csökkentsék a kibocsátásokat, mert különben a céljainkat nem fogjuk elérni. Hát most volt a napokban ilyen hírek, hogy kiszámolták, hogyha holnap klímasemlegessé válna Európa, vagy az Egyesült Államok, az mennyiben befolyásolná 2100-ra az átlaghőmérséklet növekedését az IPCC. Hát minimálisan a lepkefing. Igen, lepkefing. Az Európai Unió, ha holnap klímasemleges lenne, az 0,14 fokot jelentene a modell szerint, az Egyesült Államok pedig azt hiszem, hogy 0,3-at. Tehát, hogy... Borzasztó tanúságos ez, és szerintem ez a lényeg. Most igazából egyel hátralépve azt látni, hogy olyanok kapaszkodnak fel a klímapolitika, a zöld, ezekre a divat témákra, akiknek 150 éve a történelem szemétdombján lenne a helye. Tehát olyan ilyen marxista lőzungokat látunk újra csomagolódni, hogy nekem a kedvencem Naomi Klein, az egyik nagyon felkapott kanadai okoskodó, aki azt mondja, hogy a klíma, a zöldítés az azzal kell, hogy járjon, hogy alapjövedelmet osztunk Afrikába, meg hogy akkor hirtelen itt mindenkit korlát nélkül be kell engedni. Vagy ugye Greta Thunbergnek volt ilyen februári nyilatkozata, ahol a klímaharc következő lépéseként a patriarhátus elleni küzdelmet jelölte meg. Tehát ez hogy fér össze? Vagy van Magyarországon is olyan politikus, Dorosz Dávid, aki hirtelen szintén elkezdett érteni az energetikai és klímapolitikai kérdései, ezért olvastam a könyvét, és valahol a 20. oldalon jut arra a konklúzióra, hogy klímavészhelyzet van, ezért több jogot a nőknek. Tehát amikor hát már nem nagyon tud összekapcsolni, mi hogy fél össze. Ez a South Parkból ismert Csubakka védelem, tehát az Endoron él, és ennek nincs értelme. Tehát nagyjából ilyen árukapcsolások vannak. De egyébként szerintem most volt ugye Glasgow-ban klímacsúcs, és akkor ilyenkor mindig megtudjuk, ugye, hogy már csak 5-10 évünk van, és belezuhanunk a napba, tehát nagyjából ilyen de ez minden 5-10 évben megtörtént. És valójában ugye ami a kérdés, és amit én nem tudom, hogy én laikusként kíváncsi vagyok rá, hogy erre milyen bizonyítékok vagy számok vannak, hogy magára a klímaváltozásra az emberi tevékenység, az energiafelhasználás milyen hatással van. Mert hogyha Greta Thunberg és a nem tudom, a klímajugendnek a megfejtését elfogadom, akkor itt tényleg, tehát hogy az ember maradjon mozdulatlanul, mert minden egyes testhő kibocsátása hozzájárul, meg a karbonlábnyomát növeli ezzel. Tehát valójában van-e konszenzus ebben a kérdésben a tudományos közösségen belül? Vita van róla? Tehát mi az amit mondjuk ma azt mondjuk, hogy majdnem biztosan tudhatunk, hogy tényleg emberi követ, vagy emberi cselekedetek hatása, és mi az, amire mondjuk nem biztos, hogy van nekünk befolyásunk. Nagyon jó téma, mert én állandóan ezt hiányolom a diskurzusokból, hogy a politika elviszi egy irányba az egész klímakérdést, aminek elsősorban mégiscsak tudományos kérdésnek kellene. Tehát valamivel a tudósokra kellene hallgatni, az ez. Voltam az akadémián, egy közös előadást tartottunk Garbai professzorral, a Műszaki Egyetemnek a professzor emeritusával, és ők azt vizsgálták a közös előadásnak az általuk készített felébe, hogy amióta mérni lehet, az 1800-as évek vége óta megbízható adataink vannak róla az átlaghőmérsékletet itt Budapesten, hogy valóban igazolható-e a felmelegedés. És az jött ki, hogy nem igazán, pláne, hogyha figyelembe vesszük, hogy valamikor az 1800-as évek végén ért véget annak az európai mini jégkorszaknak a lecsengő hatása,
ami miatt eleve lentebbről indult ott a hőmérsékletváltozás, és valahogy ugye ezek az árnyalt hangok már nem jelennek meg az összképbe, vagy nem jelenik meg az összképbe az sem, hogy az antropogén hatások nyilván jelen vannak, tehát az ember ezen a bolygón egyre látványosabb hatást gyakorol, de hogy ezek is kétirányúak, tehát nem csak a felmelegedéshez járulnak hozzá, de például a korom, meg egy csomó minden pont hűti a bolygót. Tehát a dínók azért haltak ki, nem azért, mert eldöntötték, megszavazták, vagy mint Európa úgy döntött, hogy nem vállal utódokat, mert az ökolábnyom, hanem mert ugye most ez a teória, utána becsapódott a meteor, ami még dínó élve maradt, az megfagyott a következő években, mert olyan korom felhő vette körbe a Földet, ami ugye nem engedte át a napsugarakat. És az emberi tevékenységnek is van hűtő hatása is. Ez az megint egy tudományos kérdés, hogy ez a kétirányú hatás összmértékében is egyáltalán hogyan viszonyul azokhoz a nagyföldi légkörzés, ugye legalább az elemi földrajz nem lenne rossz, ha már tudósokat nem engedjük be legalább az alapvető ismereteket, meg a ciklikusság, ami azért minél régebbi föltölteti korszakban nyúlunk vissza, annál látványosabban van jelen. Ezekhez képest, amikre nincs ráhatásunk, az emberi ráhatás vajon milyen arányú? És ezek tudományos kérdések. Ezzel nem azt mondom, hogy el kéne bagatelizálni, meg azt kéne megvárni, hogy néhány trottyos, fényes, öltönyös öreg úr a következő 50 évben leelemezze azt, aminek lehet, hogy a következő 5 évben már fontos döntési pozíciókat kellene, hogy kieleljen egy helyzet, de hogy a tudományt látványosan nem engedik oda ezekhez a kérdésekhez azok a klímahangoskodók, akik most ezeket az előbb is ugye említett politikai tartalmakat meghatározzák. Hát az a gond, hogy az, amit te elmondtál, ez a, hogy mondjam, a tudományos szkepszisnek az óvatos megfogalmazása bizonyos, nagyon sarkalatos ilyen vallási politikai állításokkal kapcsolatban, amit a klímamozgalom mond, ugye. Tehát azt mondani, hogy meg azért nézzük meg, hogy oké, van az emberi tevékenységnek hatása a klímára, de tényleg annyira totális-e, hogyha mi működtetünk egyfajta energia, vagy egyfajta energiaforrást, akkor az tönkreteszi, és biztosan csak az hat rá, vagy vannak más hatások is, és vannak olyan részei a klímaváltozásnak, amire mondjuk lehet, hogy egyáltalán nem vagyunk befolyásos, pontosan. És akkor mondjuk hogyan tudunk együtt élni. Pontosan. Az a baj, hogy ez egy eretnekség. Az érdekes az, hogy igen, hogy mi erről itt beszélgethetünk, de lehet, hogy Svédországban agyonvernének egy Greta Thunberges táblával az utcán, ezután a podcast után. És ez teszi nagyon gyanúsá ezt az egész diskurzus, hogy nem, nincs igazi diskurzus. És ezzel nem bagatelizálni akarom tényleg a sztorit, csak tényleg azt látni, hogy akik nem engedik oda a tudományos mondásokat és elviszik politikai tartalomba, ők azok ráadásul, akik tényleg a legnagyobb fogyasztók, akik ilyen bedugott iPhone-nal, kivilágítatlan biciklivel, egész kocsisorokat, buszt, mentőautót tartanak fel a körúton, tehát, és akik azt gondolják, hogy ezt ugye globálisan kell megválaszolni, ugye nagyon jól rezonál ez az egyébként is ilyen világproletária egyesületek típusú 150 éve lejárt szavatosságú üzenetekre, ami azért butaság, mert pont azt látjuk 2017-es példa kapcsán is, hogy az állam oldja meg hatékonyan ezeket a problémákat, és kicsit a fókusztévesztés van ebben, mert hogy ha meg akarod menteni a bolygót, az egész világot, akkor nem a 8%-kal, meg a 0,14 fokkal, amennyit Európa hozzá tud járulni, teszel igazán hozzá, hanem azzal, hogy hazamész, és teszel a tieidért. A tihanyból nem lehet a bolygó egészét megmenteni, de a nagyon kényes balatoni ökoszisztémáján már lehet tenni. És hogy ez a fókusztévesztés az, ami az egész beszélgetést teljesen félrevisz egy ilyen globális politikai narratívába. Egyébként két dolog. Az egyik az, hogy ez nagyon szépen megfigyelhető a környezetpolitika alakulásán, és azon, hogy melyek voltak azok az időszakok, amikor a jobboldalon volt erősebb a környezetpolitika, a jobboldali politikában jelent meg markánsan, és melyik azok, amikor a baloldali. Tehát azt látjuk, hogy egészen a 70-es évekig, mondjuk a nagy olajválságig, hogyha egy ilyen eseményhez akarjuk kötni, a konzervatív szellemiségű politikai pólusok, azok sokkal több hangsúlyt fektettek a környezetpolitikára, mert akkoriban még ez jellemzően helyi problémákról szólt. Tehát a folyó szennyezett, az erdőt kivágják, és így tovább. És ennek megfelelően az első nagy környezetpolitikai események, az első nemzeti park alakítása, az első környezetvédelmi törvény, ezek mind konzervatív pólusokhoz kötöttek. És aztán a 70-es évektől, amikor elkezdődött a környezetpolitikának egyfajta globalizációja, előtérbe kerültek azok a kérdések, amikre hát globális problémák is felfűzhetőek, úgy került ez szépen át politikai kommunikációs szinten a baloldalhoz.
És így lett, én nekem az a meggyőződésem, hogy a klímavédelem, az, hogy a klímavédelemmel többet foglalkozunk, vagy többet foglalkozik a politika, mint mondjuk a biodiverzitással, a biológiai sokféleség problémájával, a hulladékszennyezéssel, stb. És most már azt látjuk, hogy lényegében mindent klímavédelemnek tekint, amivelnek valamilyen zöld következménye van. Ez annak köszönhető, hogy a szuperglobális környezeti probléma az a klímavédelem, hiszen itt könnyen azt lehet mondani, hogy hát ez egy globális probléma, erre globális megoldást kell adni. És még egy dolgot szerettem volna mondani, hogy az egy dolog, hogy minket agyonvernének táblával, de szerintem itt vannak tanulságos karaktervadász esetek az elmúlt évekből, tehát hogyha például megnézzük William Nordhaus esetét, ő 2018-ban közgazdasági Nobel-díjat kapott, egy viszonylag nagy hős az akadémiai szférában. Ő az, aki az első olyan úgynevezett integrált modelleket megépítette, amiben a klímaváltozást és a makroökonomiát, vagy a közgazdaságtant összekapcsolta. Ennek azért van nagyon nagy jelentősége, mert a politika számára az nem egyérte, vagy a szakpolitika számára az nem egy értelmezhető mondás, hogy ha nem cselekszünk, akkor baj lesz, hanem az egy értelmezhető mondás, hogy most költs erre ennyit, jövőre költs amarra annyit, mert különben ennyibe és annyiba fog kerülni ez a probléma neked a jövőben. És ezt a 90-es évektől építgeti ezeket a modelleket, és egészen néhány évvel ezelőttig tényleg mindenki nagyon tisztelte és nagyon kedvelte őt, és nagyon nagy elismeréssel hivatkozott rá. És aztán, amikor az IPCC-nek a híres jelentése kijött, ez a másfél fokos jelentés, és a Nordhaus jelezte konzisztensen a saját modelljeihez, hogy az ő modelljei alapján nem ez az optimális. Egyrészt azt mondja, hogy a másfél fok az nem elérhető reálisan, mert akkora költségeket okozna egyébként a meglévő klímamodellek alapján, amekkorát irreális, hogy az emberek erre ráfordítsanak. Másrészt nem is optimális gazdaságilag. Azóta a Nordhaus egy boszorkányüldözés zajlik egyszerűen előtte. Korábban is voltak vitái. Volt például egy híres vitája a 2000-es években egy harvardi professzorral, amiben arról volt szó, hogy ezek a klímaváltozás okozta problémák, ezek nem lineárisak. És hogy ezeket matematikailag hogy lenne érdemes figyelembe venni a modellekben. Tehát egy nagyon, nagyon termékeny és izgalmas viták folytak, amiket tényleg nagy örömmel követem én például, akit ez a dolog érdekel. De azóta így a sajtó meg a zöld mozgalmak gyakorlatilag kiközösítették a szerencsétlen William Nordhaus, pedig ő csak leírta a modellje eredményeit. Mert eretnek sétett. Azért mondom, hogy laikusként, aki nem foglalkozik a klíma kérdéssel, ezek a történetek úgy néznek ki, hogy van egy apokalipszis sztori, ami az egész világot érinti, és valahogy meg kell valósítanunk nekünk a megváltást, hogy hogyan tudjuk mi ezt a dolgot megoldani. Tehát itt, és akkor nem arról van szó, mert akkor vagy-vagy kérdés van, tehát nem arról van szó, hogy beszéljünk arról, hogy mondjuk lineáris a modell, az mindenképpen lineáris, mert haladunk a vég felé, és hogyan tudunk ennek megállt parancsolni. Tehát kívülállóként így néz ki a történet, és akkor erre vannak ezek az ilyen millenarista mozgalmak, mint a Greta Thunberg féle, és akkor erre mondják a vallási mozgalmak mellé beálló ilyen öltönyös bürokraták az ENSZ-ben, meg az Európai Unióban, hogy most kell mindent megtenni, amit ez a vallási mozgalom követel tőlünk, és akkor most majd ezzel megoldjuk, és meg leszünk váltva. Tehát kívülről így néz ki. Abszolút, ezzel nagyon egyetértek belülről is, mert hogy már nem csak arról van szó, hogy kicsit így ismételjünk, hogy nem csak a tudomány nem engedik oda ezekhez a kérdésekhez, már meghaladtuk a politikai szintet is, pláne a szakmapolitikai szintet is, az ideológia. Tehát sokkal inkább ezek ideológiai természetű konfliktusokká fejlődnek föl, mint van viharfelhő, így összegyűlik bennük minden pára, mert ezek ideológiai természetű mondások, amikor azt mondják, hogy már pedig, ha tagadod, hogy a klímaváltozás itt van a küszöbön és vége van, akkor te ne vehess részt. Klímatagadó vagy, szemben a klímaszorongókkal, akik elhiszik, hogy tényleg azért vizelnek ágyba esténként, mert hogy holnap már lehet, hogy leszakad az ég. És az viszont rendben van, azt ugye főcímlapon hozzák ezek a túlérzékenyített sajtótermékek, és ez a nap végén viszont tényleg el kell ismerni, hogy tényleg egy ideológiai kérdéssé válik, és ideológiai értékválasztása az, hogy az ember elhiszi-e azt, hogy
itt minden globális szinten történik, és az a cselekvés helyes fókusza, ez egyébként pszichésen egy nagyon kényelmes helyzet, mert letolja a felelősséget rólad meg a környezetedről, ezért lehetnek a legnagyobb energia, háztartási szintű energiafogyasztók a nagy klímaarcos kislányok, akik állandóan 50 iPodon hallgatnak a Spotify által nekik válogatott klímaérzékeny playlisteket, és azt gondolja, hogy neki ebben semmi felelőssége nincs, illetve hogy ezzel a rendszerrel, a kozmosz egyetemes törvényeivel, azokkal nem azok az előszobák kapcsolják őt össze, ami elsősorban családja, a barátjai, mindig közelebb van, és fontosabb kell, hogy legyen neki a személyes környezete, aztán a nemzet, az állam, a kultúrkör, amiben tartozik, és így tovább, és hogy utána ér el a globuszig, hanem hogy egyből a globuszhoz ugrunk, ez egy fókusztévesztés, és ez világnézeti kérdés, amikor valaki nem látja a közelitől a távolit, az érdemestől, vagy az érdemtelentől az érdemest, és így tovább, vagy a kivételtől a főszabályt, és ez kimondottan egy ilyen globális baloldali értékválasztás, míg valaki ezzel szemben azt mondja, hogy én a saját személyes felelősségemet érzem, a saját környezetemet szeretném átalakítani. Erre jó példa Szebenyi Péter, aki ugye ti is kapcsolatban vagytok vele, aki egy lelkes környezetvédőként ő ilyen értékteremtő tartalmakat gyárt, és nem azt mondja, hogy dobjunk el mindent, nem azt dobjunk, és innentől majd a globusz. Hát hogy igenis a sajátom az értékesebb kell, hogy legyen, és ez nagyobb felelősséggel is jár, mint a megfoghatatlan globusz. És ez értékválasztás, ez ideológia. Ezzel kapcsolatban két dolgot szeretnék hozzátenni. Kicsit másképp látom, amit mondtál, hogy a tudomány nem engedik oda a klímavédelemhez, hiszen a világ vezető tudósainak a döntő része az egyetért abban, hogy az embernek igenis szerepe van a éghajlatváltozásban, és meg kell tenni mindent, hogy ezt a folyamatot lassítani lehessen, tehát a tudomány az ott van. És én egy kicsit más oldalról világítanám meg a klímatagadóknak a státuszát, hiszen azt is látnunk kell, hogy ugye, hogyha a klímavédelmi célok teljesülnek, akkor a fosszilis alapú energiatermelést és az összes kapcsolódó iparágnak a bevételei azok jelentősen csökkenni fognak. Tehát nagyon sok esetben, hogyha az ember sorok között olvas bizonyos hírekben, akkor felfedezheti, hogy a klímatagadók mögött tulajdonképpen ott van a fosszilis iparág, hiszen nekik nem az az érdekük, hogy csökkentsék például a szénerőművi termelést vagy a gázerőművi termelést, hiszen nekik az a profit, hogyha minél több szénerőmű van és minél több gázerőmű van. Tehát van egy ilyen olvasata is ennek a... Az a kérdés, hogy akkor mondjuk a méregzöld lobby mögött nincs-e ott a nap meg a szél energia lobbia. Tehát én csak kérdezem, tehát hogy ez logikus, hogy azt mondom, hogyha valamit lejjebb akarnak húzni, de mi van akkor, hogyha valamit feljebb akarunk futtatni, és akkor nincs-e összefüggés? Tulajdonképpen összefüggés van a kettő között, mert ugye azt már korábban mondtam, hogy napi szélerőművel nem lehet ellátni egy adott országvíromos energia rendszerét árammal az ipari mértékű energiatárolás hiánya miatt, tehát a megújuló lobby is tudja, hogyha ők tovább akarnak fejleszteni, akkor szükség van olyan energiatermelési módokra, amelyek akkor is tudnak üzemelni, amikor éppen nem süt a nap és vagy nem fúj a szél. Tehát tulajdonképpen, amikor a zöldek azt mondják, hogy építsünk minél több nap és szélerőművet, tulajdonképpen azt is mondják burkoltan, hogy jó, de ehhez kell fosszilis erőmű is. Különösen akkor, hogyha még azt is hozzáteszük, hogy ugye a sötét zöldek szerint atomenergiára nincsen szükség. Tehát ilyen összefüggés is. Tehát, hogyha jól értem, akkor ideális esetben az lenne a legjobb, hogyha megújulóból és atomból. Abszolút. Legalábbis az energia többségét abból termelnénk. Akkor miért csípődött be a zöldeknek ennyire az atom, hogyha... Azt tőlük kell megkérdezni, miért csípődött be ennyire, miközben egyre több ország fordul az atomenergia irányába, és például olyan országok is, akik mondjuk jelenleg nem üzemeltetnek atomerőművet, vagy például olajhatalmak. Még Finnország is beállt ugye Európában abban a mondásban, most már 10 európai ország kéri az EU-t, hogy az atomenergiával kapcsolatos álláspontját bírálja felül, vagy ugye a Macroni Franciaország. Finnország az érdekes, mert hogy ott ugye zöld politikai dominanciájú kormány van, akik eddig állandóan ilyen atomenergia ellenesek voltak, és még ott is megérett egy ilyen
fordul. A tanulságos ez egyébként, csak visszalépve egyet, szerintem itt kompromisszumban az asztalán nem azt vitatjuk, hogy az ember antropogén hatása az ne lenne tény. De az a kérdés, hogy ezt milyen mértékben engedik az ezzel kapcsolatos, tényleg finom hangolásokat is kommunikálni, és ebben a tekintetben én viszont abban szkeptikus vagyok, hogy az, hogy hány tudós áll be emellé, az valóban tükrözi-e a tudományos diskurzusokat. Ez kicsit olyan, mint a jelenleg nagyon domináns, kicsit más területről véve példát, egalitárius ilyen társadalmi elméletek, hogy ezzel kapcsolatban, hogyha megfogalmaz egy humánbiológus tudós mondjuk valamilyen kritikát, hogy az embereknek azért vannak örökletes különbségeik, amihoz rögtön hozzáteszi, hogy ez jó, hiszen ez adja az emberi biodiverzitást, akkor az rögtön azt elnémítják. Hát jó példa erre Watson, a DNS felfedezője, a Nobel-díjas tudós, aki ugye időnként előhozott olyan mondásokat, hogy az emberek genetikailag egyenlőtlenek, és hát ilyet egyszerűen nem lehet kimondani, hiába egy tudományos állítás vagy paradigma. Kicsit ilyen a klímakérdés is, hogy olyan értelemben tematizálj, hogy legalábbis, ha nem is elhallgattatnak, vagy üldöznek, de legalábbis lehalkítanak olyan tudományos hangokat, ami mondjuk árnyaltabb képet fest, és felhangosítják azokat a tudósi hangokat, akik meg egy az egybe beállnak, és azt mondják, hogy csak ez van. Tehát én inkább ilyen értelemben érzem ezt a, amiről beszélgetünk, egy paradigmával állunk szembe. Tehát valószínűleg abban, vagy mindketten azon az állásponton vagytok, hogy a fosszilis energiák visszaszorítása az egy jó dolog, mert az befolyással van ugye a... Hát tulajdonképpen bárhogy nézzük, az, hogy kevesebb fosszilis energiatermelő lesz. Onnan jön a füst. Az naperőműből vagy atomerőműből, ha füst jön, az már rég rossz, az nem rendeltetésszerű. Egyébként szerintem az nagyon tanulságos, és nem feltétlenül köztudott, hogyha megnézzük azt, hogy az elmúlt évtizedekben hogyan alakult az egész világnak az energia mixe, akkor azt látjuk, hogy a fosszilis tüzelőanyagok még mindig jóval 80% fölött vannak, és hogy a nukleáris és a megújulók szemben, szerintem ez a fő eretnekség, a nukleáris és a megújulók szembeállítása. Tehát amikor valaki úgy teszi fel a kérdést, hogy paks vagy igen, megújuló. Igen, vagy megújuló. Kettő együtt kell. Amikor az a feladat, hogy ezt a 80%-ot ezt próbáljuk meg csökkenteni úgy, hogy a megújulókat és az atomerőműveket növeljük, vagy azoknak a kapacitásoknak az arányát. Tehát már az a probléma, hogy ma nincsen olyan energiaforrás az atomon kívül, ami hosszú távon tárolható módon, kiszámítható nincs. Módon. Nincs. Ezzel kapcsolatban egy nagyon fontos gondolatot mondok. Ugye jelenleg azt láthatjuk, hogy szénhiány, gázhiány van, ezért például gázerőművek sem tudnak sok esetben üzemelni, vagy hogyha tudnak, akkor nagyon drágán. Ugyanez igaz a szénerőműre is, hiszen például a szénnek és a gáznak a tartalékolhatósága az műszakilag, gazdaságilag megoldható, de nem egyszerű feladat, hogyha jobban belegondolunk, főleg nem hosszú távon. Ezzel szemben pedig a igazi, valós ellátásbiztonságot csak is kizárólag az atomerőművek tudják garantálni, hiszen az atomenergiának van egy olyan különleges tulajdonsága, hogy a nagy energiasűrűség miatt a friss nukleáris üzemanyag az nagyon könnyen tartalékolható, például egy ekkora területű stúdióban 2-3 évnyi tartalék is elfér, tehát bármi történik a világban, vagy a szállítási útvonallal, az atomerőmű akkor se fog leállni, hiszen bemennek én úgy szoktam nevezni, a kincses raktárba, kiveszik a friss üzemanyagot, berakják a reaktorba, ahogy kell, és akkor működik az atomerőmű. Másrésztről azt is látni kell, hogy mondjuk az atomenergia tekintetében nem lehet azt mondani, hogyha mondjuk egy szállítási útvonal kiesik, akkor hatalmas káosz lesz, hiszen friss nukleáris üzemanyagot azt egyaránt lehet mondjuk szállítani közúton, vasúton, hajón, akár repülőgépen is, és ez is a ellátásbiztonság garantálását szolgálja, vagy teszi lehetővé. Arról nem is beszélve, bocsánat, hogyha jól értem, akkor az meg még ráadásul az energiafüggetlenséget segíti elő, hogyha egy országnak saját atomerő... Abszolút, hiszen amit adott országban megtermelünk, az tulajdonképpen hazai villamos energia. És ugye ne felejtsük el a nagyon fontos tulajdonságát, hogy zsinórvillanyt ad. Tehát ha onnan, hogy berúgom az atomerőművet, elkezd hasadni az urán, akkor az ott hasad az urán, tehát az akkor ilyen villany produkál, ami nem volatilis, nem az van, hogy
ugye akár időjárási, akár ilyen külső környezeti externálják hatása, vagy bármilyen más szűkösség okán ez ki van szolgáltatva. A magyar villamosenergia piacot is azt teszi kiszámíthatóvá, hogy Paks konstansan termel, és már csak az a kérdés, hogy a paksi termelés feletti részt, azt honnan, milyen áron, milyen portfólióban szerezzük be, milyen mixel. Ez teszi a rendszert igazán kiszámíthatóvá, és a másik fele meg az, hogy ami miatt ez a szembenállítás szerintem létrejöhetett, a megújuló kontra atom, az egyszerűen ugyanaz a pszichés logika, ami miatt csomó ember fél a repüléstől. Mert azért tudjuk a statisztikákat, hogy közúton, tehát 10 000-szer több ember veszti az életét napi szinten, mint repülőgép szerencsétlenségben, de hogyha egy repülő lezuhan, akkor az nagyon lezuhan, tehát az le van zuhanva, ott nyilván kisebb a túlélési arány. Ugyanezt tematizálja közvélemény, a nukleáris energia kapcsán, hogy ez a néhány katasztrófa, ami eddig történt, az noha tény, hogyha az egészségügyi káros hatást szélesebb portfólióban nézzük, akkor sokkal többen haltak már meg a szenes, meg lignites erőművek légszennyezése okán. De meg a bányászat, meg az egész életciklus. Abszolút, a bányászat, az életciklus ugyanez, és akkor még a... De ugyanakkor, hogyha egy atomerőmű megreccsen, akkor az látványos, az a tele van a híradó, ott a gombafelhő, igen. Az már nyilván, és gyakorlatilag ez a politika az apró pénzre váltja az emberek félelmeit, vágyait, és ez a baloldal meg ebben mindig nagyon erős volt, tehát nyilván felszívja ezeket a mondásokat a politikájuk, és állítja szembe az egyébként alapvetően egy körültekintő, vagy rendszerbe gondolkozó szisztémában összetartozó, vagy egymás mellé nagyon jó beférő technológiákat. Egy gyors adalék, mert itt pont előttem van, hogy egy terawattóra termelésre jutó halálesetek száma mekkora mondjuk egy szenes meg egy nukleáris erőműben. Ilyen 80 és 100 között per terawattóra, nem? A szenes erőmű esetében az a kutatás, ami most így előttem van, az 24,6 haláleset, a nukleáris energia pedig 0,07 haláleset. Hát ez jól mutatja a szemben. Hát igen, a különbségeket. Igen, a különbségeket. Viszont egy dolgot rá akartam kérdezni, mert ezt olyan elegánsan átugrottuk azzal, hogy kérdezzük meg a zöldeket, hogy mi az oka ennek a durva nukleáris ellenességnek, de én ezt valójában tényleg nem értem. Hát nem értem pontosan azt, és erre a részben a magyarázat, amit most adtál, hogy lehet az, és mi az oka annak, hogy bizonyos országok ennyire durva politikai kérdést csinálnak a nukleáris energiával. Tehát itt azt látjuk, hogy vannak országok, meg is nevezhetjük Ausztria, aminek a saját minisztériuma finanszíroz más országokban nukleáris ellenes mozgalmakat, meg projekteket. Tehát, hogy elsősorban itt az Európai Unióban a németek és az osztrákok, azok olyan mértékben támogatják vagy táplálják a nukleáris ellenes attitűdöt az egész Európában, ami számomra érthetetlen vagy nagyon nehezen érthető. Lekésték az atombombát, ők is szerettek volna. De szerintem nagyon egyszerű a kérdés, politikával kezdődik, és politikával végződik, hiszen ezekben az országokban sajnos nagyon sok olyan párt és olyan állampolgár van, aki ezekkel a zöld, sötét-zöld gondolatokkal azonosulni tud, tehát azzal, hogy az atomenergia veszélyes, igaz, hogy más sokkal veszélyesebb, de az atomenergia veszélyes, és ezek az országok, vagy ezeknek az országoknak a kormányai tulajdonképpen csak a hatalmukat kívánják azáltal biztosítani, hogy maguk mellett tudják azokat a zöld pártokat és azokat a zöld állampolgárokat, akik atomellenes nézeteket vallanak. Jó, de ez nem a semmiből lett. Tehát én azt gondolnám, hogy nem a semmiből lett, mit tudom én, a németeknek a 30-40%-a az radikális atomellenes, vagy az osztrákoknál még magasabb. És annyira, és ebben egyetértek veled, Olivér, hogy ráadásul ez átlépi az országhatárokat, tehát nem csak, hogy más országokban szponzorál ilyen nukleáris ellenes mozgalmakat, de az Ausztria volt az egyik, aki, amikor megkaptuk a PAS 2 jóváhagyó bizottsági döntést, megtámadta az Európai Bíróság előtt, tehát nem az, hogy neki ne legyen, de másnak se legyen. Tehát tulajdonképpen ez az bárkit megtámad, aki mondja, hogy atomenergia ország, az, akkor... Ő maga úgy dönt, hogy ő nem szeretne ilyet, hanem ő tovább is megy. Egyébként erre én azt gondolnám, hogy az az oka, hogy Ausztriának gazdaságilag nem érdeke az, hogy itt Magyarországon létesüljön egy atomerőmű, mert az abban megtermelt villamos energia az plusz villamosenergiaként jelenik meg itt a régióban. Hát oké, de most látva ezeket a Ferdunken plakátaikat, még jól is jönne nekik az, hogy van a szomszédban villany, ha már nekik nincs. Na mindegy, ez csak egy zárójel. És szerintetek milyen hatása lesz mondjuk Magyarországra ennek a mostani energiaválságnak? Mert ugye azt mondhatjuk, hogy
mi megoldottuk azért azt, hogy legalább az a probléma ne álljon fönt, mint a németeknél, hogy ugye nem figyeltünk erre a trilemmára, hogy akkor hogyan kell ezt a dolgot megoldani. De hát azért ez egész Európát érinti, tehát majdnem biztos vagyok benne, hogy valamilyen módon minket is fog. Még akkor is, hogyha nekünk nem kell ilyen oktató videókat nézni, hogy hogyan lehet gyertyával fűteni és hasonlók. Tehát valószínűleg nem azzal lesz problémánk, ugye, hogy mi hogyan fűtsünk. De igen, valamilyen kell, módon, igen. Valamilyen módon biztos, hogy hatni fog ez Magyarországra is. Abszolút. Igazából nem is akarok bele okoskodni, átadnám a szakmai vonalnak a szót, de hogy azt látjuk csak az elmúlt években, hogy nem áll meg az ország határnál egy-egy ilyen nem, határ. Nem. Tehát amikor túl sok villany van Németországban, akkor a magyar rendszerányító is, a MAVIR is dolgozik rajta, hogy a cseh meg a lengyel, hogy elnyelje a villany, kezelje, illetve hogy nincs nekik, akkor ugye ez minket is húz. Hát sajnos ugye nem lehet lezárni a határmetszékeket, sajnos szerencsére, hanem valóban, tehát a más hibája az minket is befolyásol, az más kérdés, hogy felkészültebben ér, vagy nekünk több eszközünk van kezelni, de adott esetben helyettük is kell kezelni a saját eszközeinkkel a hatásokat. Én úgy látom, hogy ebből a energiakrízisből nagyon sok ország tanulni fog, és ilyen szempontból mondjuk Magyarország az erőrelátó volt már évekkel ezelőtt is, hiszen aki egy kicsit felelősen nézi az energiapolitikát, az már évek kezdőt is láthatta, hogy Európában a következő években és évtizedekben még súlyosabb helyzet adódhat, hiszen azt is tudjuk, hogy klímavédelmi okok miatt csak szénerőműből több mint 100 000 megawatt fog kiesni az európai villamos energiarendszerből, ami borítékolhatóan kapacitáshiányt fog okozni és emelkedő árakat. Tehát nem lehet arra számítani majd, hogy a jövőben bármennyit csak úgy importálni tudjon bármelyik ország. Tehát Magyarországnak arra kell felkészülni, hogy a import kitettségünket, ami a villamos energia importot takarja, azt minimalizálni lehessen, és ezért is mondja azt a kormányzat, hogy bővíteni kell a naperőmű kapacitásokat, meg kell építeni a Paks 2 atomerőművet, azonban még további erőművek építésére is szükség van, hiszen a import kitettség az tényleg valójában egy nagyon súlyos ellátásbiztonsági és nemzetbiztonsági kérdés is, hiszen hogyha import nem jön, és nincsenek megfelelő erőmű kapacitások, akkor bármelyik ország egyszerűen összeorzsolhat a villamos energia hiány miatt. Igen, viszont ezzel visszajutottunk oda, honnan indultunk, mert hogy pont azt mondtuk, hogy azt látni, hogy az EU központilag, tehát magához vonzva sok nemzeti állami, tagállami hatáskört és jogkört döntötte el, és mondta azt, hogy az államok építsék le a saját termelőkapacitásaikat, építsék le a saját infrastruktúrájukat, mert az akadályozza a piacot, meg a szabad áramlást, meg az akármicsodát, és most mintha az a tanúság rajzolódna ki, hogy pont ez hiányzik. Tehát pont ez kellene a rugalmassághoz, hogy ahhoz, hogy Európa kezelni tudja ezt, már pedig ugye mindig mindennek, amit eddig mondtunk, önmegtartható módon sose hoztam fel, hogy mindig van egy jogi és a szuverenitási oldala is így egybe. Tehát az, ami történik, az mi úgy szoktuk képzetbeli skálán elképzelni, hogy ugye vannak a tagállamnak a megmaradt szuverén hatáskörei, és vannak a Brüsszelhez került kizárólagos hatáskörök, ezeket leképezi az Európai Unió működéséről szóló szerződés is, vannak a kizárólagos, meg a kizárt támogató hatáskörök. Ezek világos helyzetet teremtenek, viszont a kettő közt van egy képzeletbeli csúszka, és ide tartozik az energiapolitika is, az úgynevezett megosztott hatáskörök kérdése, ahol az EU is alkot, de a tagállamnak is marad döntése. Ez be van lőve valahol a középre. De azt látjuk, hogy a lisszaboni szerződés óta ez a képzeletbeli csúszka, ez elkezdett Brüsszel felé vándorolni, és gyakorlatilag energiacsomagról energiacsomagra, a CEP már ebben egy nagyon durva lépés volt, és a Fit for 55, a szabályozási csomag a legújabb, így van, szabályozási csomag villanyoldalon, és ami meg most készül, ez a Fit for 55 nevű, kimondottan már csak klímapolitikai célokat, és annak minden más alárendelő csomag, amiről most a vita ott kint ugye zajlik, ez nagyon látványosan Brüsszelhez vonza ezeket az állami-tagállami hatásköröket, ami
ami ilyen praktikus dolgokban is megtestesül, hogy az államoknak folyamatosan csökken az a saját eszköztára, ahogy korábban az infrastruktúra tekintetében, lassan a döntéshozatalban is, hogy ezeket maguk kezelhessék, és minthogyha a jelenlegi helyzetben pont ennek látnánk a veszélyeit vagy a kárát, hogy ez történt, hogy kialakult egy olyan brüsszeli központi döntéshozatal, ami csomó eszközt elvett a tagállamoktól, egyébként is egy importfüggőséget eredményezett, és amikor viszont hirtelen pont a stabil itthoni villany és hosszú távú földgázbeszerzéseknek kellene kivédeni ezeket a gazdasági ellátásbiztonsági hatásokat, akkor ezek az eszközök nem állnak a csúcsnak a rendelkezésére, aki most már lassan az egyetlen lesz, aki valamit is csinált, hogy az Energiaunió is pont erről a koncepcióról szól. És ami igazán aggályos, az az, hogy az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják számomra, hogy az Európai Bizottság egyszerűen nem alkalmas a gyors válságkezelésre. Hát ez most az európai energiaválságon ez is nagyon jól látszik. Ez bármilyen témában igaz. Hát a COVID. Hát a Ursula von der Leyen asszony két héttel már minden megborulása után egy ilyen kézmosós videót tett ki. Az annyira emblematikus volt az egész Európai Uniós válságkezelés. Hát nekem van még egy emblematikus videó, és azt el is hoztam. Itt már a második hullám alatt, amikor éppen az Európai Unió a legsötétebb egészségügyi és gazdasági válság közepén volt, akkor tartotta a von der Leyen asszony a évértékelő beszédét, aminek a legmarkánsabb és talán egyik legmagasabb prioritású része az az volt, hogy meghirdette az új európai Bauhaus mozgalmat. Betegyük? Tegyük be. Hello, Building Green. Thank you very much for giving me this opportunity to talk to you about the new European Bauhaus. When Walter Gropius set up the original Bauhaus school in 1919, his goal was, and I quote, to create a new guild of craftsmen without the barrier between craftsman and artist, end of quote. When we launched the new European Bauhaus 100 years later, we knew we could aim even higher, because a new generation of architects, designers, and engineers already existed. It's you. It's you, the Building Green community, and thousands of others like you, who are reinventing our way of building and living. Back in 1919, the Bauhaus movement brought together form and function and explored new methods and new materials, such as steel and concrete. Today, the new challenge of construction is sustainability. And you know this better than anyone else. You are rediscovering natural materials such as timber and bamboo, using them to build entire hotels and even skyscrapers. You are turning buildings from one of the biggest sources of emissions into carbon sinks. You have come up with modular construction systems that are cheaper than concrete and which reduce a building's carbon footprint by 2/3. Designers are successfully experimenting with fabrics and mushrooms to replace CO2 and water-intensive leather production. This is amazing. Ez megint ez a fókusztévesztés, nem? Hogy olyan szintű fókusztévesztés van, hogy egyszerűen nem látom a fától az erdőt, a helyes eszközt nem tudom kiválasztani. Elvégeztem az aranykolászos gazdaképzést. Mindig is vonzalmat éreztem az ilyen kézzelfogható dolgokhoz, meg nagyapám agronómus volt. És hát ott volt ilyen, hogy az üvegházba ki kellett választani a megfelelő eszközt, amivel elvégzed a mogyoróveszőn a tészemzést. Tehát nyilván nem választhatsz fűrészt, meg gumikacsát. Tehát hogy ez az alkalmatlan eszközzel. Így van. A jogban létezik ez a kategória, ugye az büntetetőséget kizáró ok is lehet, vagy csökkentő ok, hogy alkalmatlan eszközzel, egy gumikacsával versz valakit, az nem lesz emberölés sem. Csak vicces, csak vicces legfeljebb. Viccesnek vicces, tehát jól nevesz rajta, meg visszanézik a biztonsági felvételt aztán, ugye a bácsik, hogy na hát ez remek munka volt. Tehát körülbelül ilyen ez a videó is. Tehát ez egy ilyen fókusztévesztés, egy alkalmatlan eszköz. Szerintem ez több annál, szerintem ez a nincs itt semmi látnivaló demonstrálása. Tehát minden happy, minden rendben van, mehetünk tovább. Hogy most ebben a pillanatban az Európai, tavaly ősszel, ebben a pillanatban az Európai Unió legnagyobb problémája, hogy hogyan élesszük újjá a Bauhaus mozgalmat.
Hát, hogy senki nincs, aki elkiáltsa magát, hogy a király meztelen, nem? Tehát lassan ez egy ilyen Grimm mese, hogy és most senki nem zajlik. Szól neked. Most ugyanez zajlik az európai energiaválságban, hogy kiáll a Franz Timmermans, és elmondja azt, hogy nincs itt semmi látnivaló. A megoldás a jelenlegi magas energiaárakra az az, hogy a törekvéseinket fokozzuk tovább. Még több megújuló. Hát ez ami a kiváltó. Ez, amit az adás előtt beszéltünk, ez a német modell. Tehát most még utoljára meg kell nyomni, és akkor berúgjuk a Szovjetunió ajtaját, és két hét alatt összeomlik az egész építmény. Tehát most még meg kell nyomni ezt a megújuló projektet, és akkor megvédjük a klímát, ezer éves klímabirodalom lesz. Tehát. És hát ugye még nem ejtettünk szót az új kvótakereskedelmi rendszer kiterjesztését célzó javaslatáról a bizottságnak, ami ugye a jelenlegi energiárakat tovább növelni. Magyarországon ezt nem érezzük, mert a lakossági árak hatóságilag rögzítettek, de az Európai Unióban számos tagállamban már a háromszorosára nőttek az egyébként is korábban jóval magasabb energiárak, és a bizottság a tagállami vezetők elé tett egy olyan javaslatot, hogy tudjuk, hogy ez most problémát okoz, és hogy ez most az állampolgároknak egy nehézség, de hogy még egy kicsit ezt megemelnénk egy környezetvédelmi mesterséges módon. Azért fontos, amit mondasz, mert így Magyarországon is halljuk ezeket az érveket, hogy hát nem jó ez a rögzített ár, tehát a piaci árhoz kéne igazodni. De hogy azt tudják valójában, hogy az mit jelent, amikor... Hát csak az EU átlagár a magyar árnak a kétszerese, és a piac, a tőzsde ár meg a háromszorosa lenne ma is azonnal, ha írtál azt mondanák, hogy már pedig Magyarország most már töröld el a hatósági lakossági áradat, az rögtön a kétszeresére, háromszorosára kell, hogy ugorjon. Hát ugye itt szerintem az van, hogy ami az igazán nagy probléma, az a változékonyság az energiapiacon. Az energia tőzsdék azok a legvolatilisabb piacok. Így van, és még a rendes tőzsdénél is sokszorosa. Sokkal, így van a sokszorosa. És hogyha dereguláljuk a tarifák, ugye a hatósági ár az arra jó, hogy ezeket kiegyenlíti, ezeket a mozgásokat. És ma, ha ugyanannyit fogyasztok, mint holnap, akkor ugyanannyit is kell fizetnem lakossági fogyasztóként, ami egy biztonságot nyújt számomra. Hogyha én a piaci árakhoz igazítom a lakossági árakat, akkor előfordulhat az, hogy mondjuk egy nyugdíjas házaspárnak januárról februárra a fűtési szezonban mondjuk 3-4-szeresére nő, mint amit most látunk, a földgáz számlája. És erre nincsenek fölkészülve a háztartások, és egyébként még vannak vele más problémák is, mert bejön, tehát a hatósági védőhálók leépítése, az amögött az volt az eredeti háttérgondolat, hogy majd a piacon verseny lesz, a szolgáltatók versenyeznek egymással, és ez majd lenyomja az árakat. Csak hogy az energiapiacon nagyon korlátozottan sikerültek ezek a tökéletes verseny megközelítésére irányuló törekvések, és ez azt eredményezte, hogy a szolgáltatóknak nagyon komoly piaci erejük volt szinte minden országban a lakossági szereplők ellen. Magyarországon 2010-re az ár deregulációt követően vásárlóerőparitáson itthon kerültek a legtöbbe a lakossági energiaára. Úgyhogy ez olyan komoly, és akkor arról nem is beszélve, hogy az energiaszegény háztartásoknak az aránya az hogyan növekedett. Hát megjelent 2008 és 2012 között itt Magyarországon megjelent 400 ezer olyan háztartás, ami nem tudta időben befizetni a rezsiszámláit, és megjelent 150-200 ezer olyan háztartás, nem tudta felfűteni az otthonát rendesen télen. Itt erről érdemes lenne beszélni, mert ez egy nagyon érdekes aspektus, amit eddig kevésbé érintettünk, de hogy ez a mélysége a problémának, hát hogy meddig tud lehatolni. Amikor lejön a valós szintre. Ezért a valós szintre, tehát amikor már nem csak arról beszélünk, hogy akkor az antropogén hatások, ez a valóság, ez ami körülöttünk történik, és ez amire ez a globális koncepció valamiért, ez a fókusztévesztettség okán érzéketlen. És fel kell tenni azt a helyes kérdést, hogy az energiaszektorban mi közgazdaságtani értelemben tele van természetes monopóliumokkal, oligopóliumokkal. Hát egy jó tesztje az, hogy egy párhuzamos átviteli hálózati vezetékrendszer nem kezd valaki piaci alapon kiépíteni, ami ugye látjuk, hogy ott van, sőt a Tenkes kapitány a film forgatása óta tudjuk, hogy már az 1700-as években is ott kellett, hogy legyen, mert vannak olyan baranyai felvételek, ahol ott van a háttérben az elosztó vezeték. Ha nincs is ott azóta, de nem épül párhuzamosan kivezeték, senki se gondolja az Békásmegyer harmadik emelet 2 panelbe, hogy én is csinálok egy átvitelházatot, és majd versenyzek, mert akkor a bekerülési költség, és annyira kicsi a... Tehát nincs értelme, de ez elosztói szinten is igaz, egyetemes szolgáltatói szinten is igaz, fogalmilag nincs igazi verseny. És akkor még nem beszéltünk azokról a
fizikai törvényszerűségekről, pont a nap meg a szél látjuk, hogy azért itt vannak olyan fizikai szűk keresztmetszetek, nem tudom megerőszakolni a valóságot, akkor se, ha ekkora Greta Thunberg tábla van a kezembe, attól még a fizikai folyamatok, az entrópia... Most energia arra megy, amerre arra megy, amerre a fizikai törvények mondják pont. Ez abszolút, ez ellenállás. Tehát, hogy itt olyan fizikai, meg közgazdaságtani törvényszerűségek térítik el a folyamatokat, hogy az ilyen emberi utópiák, mint a szabad liberális piac, hát nem szociológus biztos, hallgatókra, meg professzorokra kellene bízni az energiaellátást. És ez sajnos pont itt jön elő az ilyen helyzetekben, hogy vajon bele tudom erőszakolni a piacot, vagy milyen következményekkel jár, ha belőszakolom a piacot egy természetesen oligopol-monopol viszonyrendszerbe. Ez annyira igaz, hogy sokszor az állami beavatkozás annyira elengedhetetlen, hogy még a piac szavatolásához is az állam kell. Ugye ez a magyar jogban jelentős piaci erővel rendelkező szereplő rendszeresen megnézi az energiahivatal, hogy valaki nagyon domináns a piacon, és akkor neki plusz kötelezettségeket ír elő. Még ehhez is az állam kell, tehát még a piacot se tud a piacra bízni, mert hogy beáll ilyen természetes oligopol viszonyokba. És ez aztán nagyon igaz a lakossági fogyasztói árakra, mert amikor tényleg elengedi egy állam a kontrollt, akkor bizony ráterhelik a fogyasztókra az összes lehetséges költséget, amikor nem maximálod extrém helyzetekben akár a bevételt, ugye Magyarországon is kellett ilyen eszközzel élni, ez 2006-ban volt, az erőműveknek a nagyon durva extra profitjával szemben, akkor bizony tényleg olyan lakossági hatásokat generál, amit láttunk. Tehát 150 ezer háztartás nem tudta felfűteni magát télire kellő szintre, 350 ezeren nem tudták befizetni időben a csekket, és akkor az kioldja meg. Nyilván az állam, az utált állam, a lenézett, ugyanúgy, mint a nagy gazdasági válságot, amit a nagy okos szabadpiac idézett elő, és a gonosz utált állam oldott meg. Tehát ilyenkor mindig azért csak elő kell venni az óvónénit, aki rendet rak az óvodaudvaron. Koncepcionális kérdés. Még van most egyébként egy aktuális példa, így, hogyha már ilyen piaci, erőltetett piacosításban gondolkodunk. Itt az északi áramlat 2 vezeték, amit még talán érdemes felhozni, ami ugye Oroszországot és Németországot köti össze a víz alatt. Most igen, tehát mondjuk ennek van pikantériája, hogy ugye mit kapunk mi állandóan németektől, meg nyugatról azért, hogy mi mit bótolunk ugye az oroszokkal, főleg energiaügyében. De hogy nekik valahogy a Molotov-Ribbentrop paktum óta minden szabad így amúgy külön megoldani, vagy tehát, hogy Ukrajnát megszivatni azt is, tehát hogy mi azt mondjuk, hogy de bocsánat, ez tényleg csak kalandozok itt, hogy mi nem szeretnénk, hogyha nem tudom, az ott élő magyarokat állandóan vegzálnák, és akkor emiatt kapjuk az ívet, de az, hogy ők ezzel hogy szivatják meg mondjuk az ukránokat, az egyáltalán nem probléma. Tehát... Az nekik nem probléma. De nem is erre akartam egyébként kiukadni, hanem arra, hogy azon a vezetéken azon hogyan lesz verseny. Hogyan lesz verseny? Pontosan, sehogy. Nyilvánvaló módon, hogy tud egy oldalt van Oroszország, a másik oldalt Németország. És van egy hát most EU azt akarja kierőszakolni, hogy ezekhez a harmadik országokból érkező upstream vezetékekhez is biztosítani kell az EU-ban ugye TPA-nak, third party access, a harmadik fél hozzáférésének biztosított jogokat. De hogy? Tehát majd egy néni majd kopogtatja a csövet, hogy bocsánat, van nálam egy PB gázpalack, beletölteném. Tehát, hogy nincs életszerű olvasat ennek a történetnek, és mégis az EU addig erőszakolja ezt a csövet, nem véletlen nem jön azon még mindig egy molekulányi gáz sem, mert az EU még nem tudta megerőszakolni jogilag. Ugye azt láttuk, hogy már az is egy 20 száros vágás, és ezen is elegánsan szemet hunyt mindenki, aki így állandóan a demokrácia, a népszuverenitáson meg ezeken szeretnek aggódni, az valahogy nem érte az inger küszöböket, hogy az EU egy 20-áros vágással magához vont egy olyan területet, ami ilyen jogi hatáskört, amit neki nem adtak meg a tagállamok, ez pedig nevezetesen a harmadik országból érkező infrastruktúra, mert az európai energiapolitika az Európai Unió határain belül létező villany, földgáz infrastruktúrák vonatkozásában állapítja meg a közös szabályokat és adja Brüsszelnek a jogkör. Ez pedig egy harmadik országból kívülről érkező upstream vezeték, ami senki nem vitatta ezt a jogászat közül, hogy nem tartozik az EU-nak, a Brüsszelnek a joghatósága alá, a szabályzási hatósága alá, és egy nagyon elegáns kiterjesztésével a földgáz direktívának azt is alávonták az EU jogkörének, ami, hogyha valami ilyen jogbiztonsági kérdéseket vastagon fel kellene, hogy vessen, az ez. És az EU azért, mert hogy van egy víziója, képes megerőszakolni a valóságot, a jogkörét, de a gázcsövet is, vagy hát próbálja, nem sok sikerrel, mert mindig nem jön rajta gáz, pontosan ezért, mert hogy ideológia meg politika vezérelt
döntések születnek, és akár minden mással szemben. Mert ez egy ilyen helyzet, minden mással csak szemben. Hát ebben az a legfőbb probléma most, hogyha azon most már jöhetne gáz, mert ugye szeptember 10-én elkészült, akkor az enyhítetne a jelenlegi energiakáoszon is. De ezek szerint egyes politikusoknak ezek a ideológia vezérelt fontosabbak, mint az, hogy a embereknek olcsóbb legyen a gáz vagy a villany. De ez nem kicsit polpot már meg. Őket fel lehet készíteni videókkal. Hát Kínában a nagy éhínség, hogy inkább hajnak 40 millió éhen, de a kommunizmust azt megvalósítjuk. Az nem nagy ár, hogy akikért csinálnánk, azok meghalnak. Vagy a holodomor, hogy 6 millió ukrán meghalt, nem gond. A kolhozosítjuk. Tehát kicsit ilyen az EU is, meg ez a Bauhausos videó, nem? Hogy itt nincs lassan gáz, de nem baj, mi Bauhausolunk. Evezzünk át egy kicsit Amerikára, mert ott is történnek a dolgok, és hogy ezt elindítsuk, ezt a dolgot, szerintem nézzünk meg egy bejátszót Alexandria Ocasio-Cortez asszonytól, ahol meglehetősen szívhez szólóan vázolja a problémát. To the chagrin of many of the politicians and voters, I am sad to report that there is no middle road on the climate crisis. We will either address the problem meaningfully and in accordance with scientific consensus, or we will not. The statement is not a matter of radicalism, it is a matter of fact, of policy, and of science. And every decision we make between now and in our children's lifetimes will determine how human life will fare, whether we suffer greatly or build together. It is our choice. On this note, I speak to you not as an elected official or public figure, but I speak to you as a human being, a woman whose dreams of motherhood now taste bittersweet because of what I know about our children's future, and that our actions are responsible for bringing their most dire possibilities into focus. I speak to you as a daughter and descendant of colonized peoples who have already begun to suffer. Just 2 years ago, one of the deadliest disasters in the United States struck in the form of Hurricane Maria. The climate change-powered storm killed over 3,000 Puerto Ricans, American citizens. My own grandfather died in the aftermath, all because they were living under colonial rule, which contributed to the dire conditions and lack of recovery. In an awful turn, the climate crisis's path is first impacting those who have not only contributed to our emissions the least, but have already suffered greatly in the global history of inequality, colonization, and imperialism, stacking one injustice upon another. But this is everyone's loss, too. And no person is insulated from this reality. Money alone will not save us. And right now, federal governments are failing to act. The United States, to the horror of the world, withdrew from the Paris Agreement. But despite that, many of the other actors in charge of some of the most advanced and wealthiest economies have withdrawn from the agreement in action. Not a single one is on track to meet their Paris goals. Climate change is not a coincidence or a scientific anomaly. Climate change is a consequence. It is a consequence of our unsustainable way of life, because it is unsustainable to organize our society as we have, centered on prioritizing personal gain and profit over any and all human or planetary considerations. It is unsustainable to naively believe that building a wall can shield ourselves from humanity's collective destiny. It is unsustainable to promote amnesia around gross injustices and ignorance of our past, to abdicate responsibility simply because it was our ancestors who committed them and not us. Valójában ez az Egyesült Államokban mi történik, mi ez a Green New Deal, ugye most megnéztük ezt a Ocasio-Cortez asszonynak a szívhez szóló beszédét, és akkor ugye ennek egy valamilyen módosított verzióját, mint hogyha a Biden adminisztráció próbálná képviselni. De mi a helyzet az Egyesült Államokban? Most beszéltünk Európáról, viszonylag kimerítően, tehát nagyjából látható, hogy mi a probléma, meg eljutottunk odáig, ahonnan ugye elindultunk, hogy itt politikai döntésekről van szó. Tehát ez nem véletlenül alakult így, hogy most van meg lesz egy marha nagy európai energiaválság. De hogy néz ki az Egyesült Államokban ez a történet? Még annyit hadd tegyek hozzá, hogy az Ocasio-Cortez Green New Deal
tervezete, vagy törvénytervezete, az egy olyan radikális program volt, amilyet korábban még nem láttunk. Tehát az Ocasio-kort ez a repülős közlekedést az betiltotta volna a következő évtizedben, és elképesztő... Legalább nem az autójukból rángatta volna ki az embereket. Ugye én itthon állandóan azt hallgatom ezektől a klímaszorongó méregzöldektől, hogy én ne járjak autóval, miközben ő két hetente Spanyolországba repked. Tehát ott egy kicsit azért összeszokott szorulni az arcom. És utána a Joe Biden, az én véleményem szerint a Joe Biden győzelméhez részben hozzájárult az, hogy bár a Green New Deal-t nem fogadta el, de egy olyan programot hirdetett meg, ami rendkívül ambiciózus, hasonlóan ambiciózus, mint a Green New Deal, nem annyira radikális, és azt mondta, hogy ez viszont egy megfizethető, megvalósítható program. Tehát ő neki lényegében jött egy impulzus a szélső baloldal részre, ugye ezek a fiatal szélsőbalosok, mint amilyen az Ocasio-Cortez, ezek elképesztően aktívak és nagyon-nagyon... nagyon durva változásokat sürgetnek, és akkor a Biden egy mérsékeltebb vágányra ment föl, azt mondta, hogy öregesen kedves nem amerikaiak, nem kell ezért annyit majd fizetnetek, de hogy azért megvédjük mi is majd a klímát. Most ehhez képest most jött ki egy cikk, hogy a Biden programja az 11 000 dollárba kerülne évente per fő az amerikaiaknak, és az amerikaiak fizetési hajlandósága ezt mérik, az pedig alacsony. Kevesebb, mint 100 dollár. Igen, az a Dr. Peppernél áll. Ezt most termék reklám volt, ezt majd itt feliratozni kell, bocsánat. Abszolút, hát gyakorlatilag a dilemma ugyanabban egy trilemmában van, amiben Európában is, és ugyanúgy látjuk, vagy ugyanazt látjuk, hogy a politika rakosgatja, vagy tolja el kényekedve szerint ebben a háromszögben az egyensúlyi pontot. Én gondolom, hogy szintén kicsit ilyen cinikus gúnnyal figyelem, ami az USA-ban most történik, hogy én valahol a római birodalom bukását látom megismétlődni, hogy egy világhatalom átadja a saját elsőbbségét másoknak, mert hogy sok egyéb szempontból is vannak ilyen válságtünetek, de az energia és klímapolitika az különösen ilyen. Tehát ilyen értelemben tényleg itt egy ilyen nem is bárcsak kísérleti telep az, amit történik, és látványosan felülír sokszor olyan racionális szempontokat, mint a bekerülési költség egy ilyen csomag. És ez a Green New Deal-nek ez az ivartalanított változata, amivel ugye Biden ilyen öregurasan, belebiccentősen előjött, és olyan volumenű változásokat generál, ami meglepne, hogyha le lennének modellezve ennek a minden értelemben a társadalmi gazdasági hatásai, mert hogyha le lennének, akkor azért lényegesen aggodalmasabb, vagy körültekintőbb hangok is jelen lennének, főleg egy olyan időpillanatban, amikor Amerika tényleg esélyes, bár ezt is régóta mondják, de hogy elveszítse az elsőbségét gazdasági értelemben is, például Kínával szemben. Hát szerintem nagyon tanulságos az a sztori, ami most Kaliforniában zajlik. Ugye Kalifornia az Egyesült Államok klíma előretort helyőrsége, tehát ott az a kis labor, ahol mindent megpróbálnak, és Kaliforniában is van egy nukleáris erőmű, aminek a zöldek kiharcolták a bezárását. És aztán ő tavasszal a közművekkel foglalkozó bizottság összeült, és jelezte egy jelentésben, hogy hát bizony, hogyha a nukleáris erőmű bezár, akkor itt új földgázos szenes erőművekre lesz szükség. És akkor jöttek a zöldek, mondták, hogy erről szó sem lehet, földgáz és szenes erőmű az nem létesülhet, úgyhogy végül átvágták a gordiuszi csomót, megtalálták a megfelelő megoldást, egy új kategóriát alkottak, speciális kapacitás, vagy valami ilyesmi a neve, amiket nem kell az előzetes kapacitástervekbe feltüntetni. Tehát a zöldek azok bemutathatják, hogy ők kilobbizták a nukleáris és a fosszilis erőműveket is Kalifornia kapacitásterveiből. A kormányzó felmutathatja, hogy ő egy zöld programot valósít meg, és mellette speciális kapacitás terveknek megfelelően új földgázas és szenes kapacitások alakulnak, plusz nyáron volt olyan időszak, amikor kötelezővé tették, hogy a vállalatoknál lévő tartalékgenerátorokat, ezek a legdrágább és a legszennyezőbb erőműveket, a csúcs időszakokban járatniuk kell. Mert különben nem voltak képesek ellátni a kaliforniai igényeket. Nem ez leplezi le az egészet, hogy mennyire szemfényvesztés? Milyen mérhetetlenül?
Az kicsit, mint a Szovjetunió gazdasága volt, hogy mindenből van saját, de titokban az emberek a nyugati tették, mert azért attól mondjuk így életben is lehetett maradni. Tehát egy kicsit ez is ilyen, hogy minden zöld, de hogy azért titokban a gázmotoros erőművet járatom, mert hogy abból lesz villany, amikor hirtelen gyorsan kell. Az egészet leleplezi. Az egésznek pont azt, amiről szerintem ilyen tanulságként is meg tudjuk állapítani, hogy annyira rárakodott a politika, vagy inkább az ideológia olyan kérdésekre, ami sokkal inkább szakmai alapon is kellene tudnunk, vagy társadalmi és gazdasági összefüggéseiben is kellene tudnunk beszélgetni, hogy ilyen extrém példája alakulnak ki, szinte karikatúrái annak, hogy mennyire nem tud működni egy csak egyetlen egy erőszakolt szempont alapján dominált energiapolitika vagy klímapolitika. Hát és van egy másik nagyon durva sztori most az Egyesült Államokban. Ugye beszéltük, hogy a Biden a megfizethetőségére alapozta a klímaprogramját vagy energiaprogramját, és hát ez az energiaprogram ez attól képes megfizethető lenni, hogy nagy részt napelemes beruházásokat tartalmaz, és a napelemek ára az elmúlt 10 évben jelentősen csökkent. Csak hogy a napelemek ára azért csökkent az elmúlt 10 évben jelentős mértékben, mert a termelés, a panelek előállítása az annak a 80-90%-a átkerült Kínába, és Kínába szén felhasználásával, olcsó energiával, még olcsóbb munkaerővel, munkatranszfertáborokban, és állami támogatásokkal állítják abszolút elő ezeket a napelempaneleket. És akkor utána jöttek a republikánusok, és mondták, hogy hát akkor ők azt javasolják, hogy a teljes napelem importot azt be kell tiltani Kínából. Hát ez nyilván azt jelenteni, hogy Biden feladja a programját. Én most nem tudom, hogy mi lesz ennek a konfliktusnak a feloldása, de tanulságos, hogy egy fél év késéssel most mi, az Európai Unió is beálltunk az amerikaiak mögé, és megtámadtuk a kínaiakat ezekkel az ilyen emberjogi meg technológiai dolgokkal. Egyre jobban mérgesedik a helyzet, és szerintem még az is benne van a pakliba, hogy egy új kiskereskedelmi háború. És akkor még a Fit for 55, ami szintén azért Kínát sújtani fogja, még ezután jön meg hatásába. Abszolút, hát ez egy hatalmas játszma, és nem úgy tűnik, hogy minden elemébe átgondolt játszma. Ez is ilyen, de a példád az azért is tanúságos, hogy Kínában egy állami támogatásos, sőt állami tervgazdaságos rendszerben megtermelt, az európai emberi jogi, meg mindenféle normákkal ellentétes technológiai úton állított napelemekre épül a teljes nyugati zöldítős okoskodás. Hát micsoda őrült paradoxon, ez pont olyan, mint az elektromos autók erőszakolása úgy, hogy az elektromos autóba a villanyt, a sokszor szenes, gázos, vagy mi mondjuk ugye koszos villanyos. Igen, nem mindegy, hogy hol tölt az ember, abszolút, meg mit tölt bele. Tehát olyan villany állítják elő, ami megint csak, hogyha néznénk ilyen statisztikát, valószínűleg fajlagosan sokkal környezetszennyezőbb az előállítás okán az a villany, az a zöld villany, ami belekerül az autóba. És hogy ezek ugye megint csak ugyanez a szemfényvesztés, hogy elmondhatom magamról, hogy zöld vagyok, de milyen áron? Tehát ott van mögöttem a felperzselt bolygó, hogyha szeretünk ilyen Marvel képregényekbe illő és globális képekkel dobálózni, hogy ez pont ilyen. Tehát ez az átgondolatlanság. Én nekem egyébként az a véleményem, hogy ugye Kína a szénhidrogénekből származó geopolitikai előnyökből kimaradt az elmúlt évszázadban. És most ez a zöld forradalom, és az, hogy nyugat zöldíteni kívánja a gazdaságát, és ráadásul olyan módon, amiről most hosszan beszélgettünk, ez Kínának nagyon is kapóra jön. És hogy ez egy olyan pont lehet az ő gazdasági tevékenységében, ami nagyon komoly geopolitikai előnyökhöz juttathatja a következő évtizedekben. Mert úgy tűnik, hogy ő lesz az, aki a zöldítéshez és az ideológia orientált zöldítéshez ellátja majd a világot, a nyugati országokat azokkal a termékekkel, amikre szükségük van, és így az energiaszektorban is jelentősen képes lesz növelni a saját pozícióját. És nem mellesleg, lehet, hogy pont ez az a paraszt hajszál, ami neki ahhoz kell, hogy átbillenjen az az előny, ami most az USA gazdaságánál van, ami most ráépül a teljes zöldítő Biden programjába az ő napelemeire, hogy átvegye a vezetést, mert hogy ugye amúgy nyilván a klíma az első, nem ismerek mást állítani, ezért félek a Thunberges táblák ütőerejétől, de azért, minthogyha lennének ilyen gazdasági dominancia kérdések is, azért ezek nem szűnnek meg soha létezni, és lassan tényleg átvándorol Kínához az a vezető geopolitikai és gazdasági pozíció.
Egy utolsó kérdés. Mit vártok a következő időszaktól? Most nagyon turbulens a helyzet, hétről hétre jönnek ki aggályosabbnál aggályosabb hírek. Mit gondoltok, hogy mi zajlik? Majd tudom, hogy ez egy kellemetlen kérdés, mert senki sem tudja, de mégis ti mire számítotok, akár szakpolitikai szinten, akár a tényleges események szintjén? Magyarországon vagy Európában? Mind a kettő. Hát kezdem én, aztán úgyis szerintem összeadjuk a végeredményt, ez nem csak olyan, hogy elmondjuk monológ módon. Szerintem óriási politikai csatározások jönnek, ezt már most az őszi, sőt a nyárral kezdődő, a Fit for 55-val kezdődő, ami júli 14 baszti ostroma volt, ugye csomaggal lehetett látni, hogy mind a hazai politikai dimenzióban ugye egy fontos üzenet kistársodik ki, hogy igenis azért a lakossági fogyasztók ebben a rendszerben védendők, és úgy kell megtalálni az eszközöket, hogy ez ugye optimális legyen, és ezt képviselni is kell felfele, ennek a fő harctere az Brüsszel lesz értelemszerűen. Biztos vagyok benne, hogy ez a, ami még az őszből van, illetve a tél, az nagyon hangos lesz ezáltal, miközben továbbra is nagyon magasak maradnak az energiaárak. Ugye láttuk a holland TTF-en, hogy nemhogy 6-szoros, de már 8-szoros növekedést is el sikerült érni tavaszhoz képest, olyanok a gázárak. Ezek maradnak, én azt gondolom, hogy ez tavasznál előbb nem fog elkezdeni visszamenni, akkor is kérdés, hogy visszamegye, de addig ez valószínűleg kitart, vagy még fokozódik is, ugye a politikai hisztéria is erre rá tud segíteni. Tehát egy nagyon-nagyon magas energiaáras környezetben, ahol előjönnek ellátásbiztonsági, nem tudom én, krízishelyzet közeli állapotok is adott esetben egy-egy napra Nyugat-Európába, egy nagyon hevített politikai légkörben ezek az energetikai, klímapolitikai és társadalmi gazdasági kérdések egyszerre kerülnek az asztalra. Tehát ez egy nagyon fontos ütköző kérdés lesz most télen. És én azt személyesen nem bánom, hogyha mondjuk nem porszívózhatok, mert amúgy se szeretek, de hogy... hogy nincs is porszívód? Hát van, de inkább ilyen kiállítási tárgyszerű. De tényleg viccet félretéve, lesznek olyan komoly hatások, amik adott esetben a társadalmi tudatosságnak is elérik azt az inger küszöbét, hogy itt nem biztos, hogy minden jó irányba halad. Én is úgy látom, hogy egyfajta kihúzanodás lesz a következő időszakban Európa szerte, hiszen egyre több politikusnak és szakértőnek is azt meg kell értenie, hogy nagyon fontos a klímavédelem, de mellette egyaránt szükséges tudni garantálni az ellátásbiztonságot, az olcsó energia rendelkezésre állását, valamint az árstabilitást is, hiszen a jelenlegi energiakrízisnek pont ezek a mozgató rugói, hogy nincsen árstabilitás, nincsen ellátásbiztonság, és ezek a súlyos problémák mind ebből adódnak. Tehát mindenképpen szükség van egyes politikusi fejekben kihúzanodásra, hiszen hogyha tovább folytatják ezt a fajta klíma- és energiapolitikájukat, akkor biztosan ez a helyzet, ez a jelenlegi helyzet sokáig fent fog maradni, és nem fog normalizálódni. Ami a jövőt illeti, a következő évtizedeket, azt pedig úgy látom, hogy Európának tényleg tudomásul kell venni, hogy ha villamos energia szolgáltatást akar garantálni minden egyes ország, akkor ahhoz erőműveket is kell építeni, és nem csak olyan erőműveket, amelyek nem tudnak ellátásbiztonságot garantálni. Itt gondolok a naperőművekre és a szélerőművekre. Hát az optimista forgatókönyv, hogy ez eljut eddig a pontig. A pessimista meg, hogy ennek a híján ennek a kárát fogja vallani, hogyha nem látja be, hogy saját termelői kapacitásokra van szüksége, pont azért, hogy kivédje az ilyen válsághelyzeteket. De ez egy kritikus kérdésé fog érlelődni most télen, én is azt gondolom. Reméljük, hogy bár az oktató videók elkészültek, nem kell használni azt a tudást, amit most a német és osztrák. Legalábbis nálunk nem, igen, reméljük. Mielőtt lezárjuk a beszélgetést, Máté, felemelem, hogy a nézőket, vagy te fogd meg, kérlek. Máté köszönöm új szépen. Könyvet adott ki, Fordulat címmel, és nem csak energiapolitikáról van benne szó, hanem nagyon sok minden másról is. Érdemes elolvasni ezt a könyvet, mert kitűnő. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtatok. Mi köszönjük a lehetőséget. Itt voltatok velünk. És köszönjük szépen a kedves nézőknek. Vigyázzatok magatokra.